és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra után 16 perce. Hello! Jó reggel! Sziasztok! Jó reggelt! Egy kis reggeli hangulás, egy kis reggeli krákogás, egy kis tekergetés, egy kis hotméter tologatás. Mindenki hangol, teker, tol, vesz, ad. Na, Mizu, semmi. Mi? Jaj, hát, soha így semmi. Hát, semmi. De, ha most már érted így, neki futottunk érted, és mondtuk, és te most itt megölted, de hát érted akkor. Ne, figyeljetek! Na. Marad fura dolog történt, és ezért kicsit elnézést kérek tőled, Feri, mert rád nézve most ez, azt gondolom, hogy nem túl hízegő, meg biztos rosszul is fog esni, hiszen ismerek, tudom, hogy mennyire érzékeny vagy, de veled nem álmodtam. De sajnálom. Viszont, de igaz, ide már szeretem, mert akkor én benne voltam. Viszont Balázzsal álmodtam, és egy meglehetősen fura álma volt. Gyerekek, az aurám. Elmesélhető ilyenkor? Nem volt. Nagyon érdekes volt. Követ éjszakába is, látod? Igen. Nem menekülsz. Kicsit valamilyen omból kifolyan, nem tudom, hogy miért, de egyébként úgy magyaráztad, hogy a műsor iránt tanúsított hűségem, lojalitásom és az egész éves munkám eredményeképpen megajándékoztál álmomba. Na, mit kaptál? Több dologgal. Tényleg? Fél, nagyon, nagyon érdekes volt egyébként, marha tiszta álom volt, tehát, hogy ilyen tényleg ez a megdöbbentően tiszta, mert hogy még tudatosan gondolkodni is tudtam az álmomban. Megleptél egyébként a Viki jelenlétében egy úttal. Csináltattam egy utat a házatok elé. Itt van a nagy lehetőség. Igen, osztottam. Nem, igazából csak lecsapoltatod a mocsarat, és murvát hordattál, lenne semmi extra, tehát nem úgy képzeled, hogy egy autópályát építettél. Mindenkinek, aki szeretek, adok egy utat. Kinek egy kilométert, kinek 600 métert. Tehát ahogy van. Mondtad, hogy utazzunk el, érezzük magukat, jól pihenjük ki magukat, nem mondom. Hát amikor belőled kiindul, mondom, ez biztos, hogy tengeren túli út lesz, biztos, milyen nagyon oda tetted magad. Aztán kiderült, és Balaton a liga. Nem, Aradra küldtél el. Nagyon jó. Valamiért, de nagyon vicces volt egyébként. Arad legjobb szállodájába, ezt nem tudom, hogy melyik egyébként, meg a nevére már nem emlékszem, de hogy a várnak, az aradi várnak közvetlen közelében. És mutattál nekem róla egy ilyen Google térképet, ilyen Google Earth-eset, hogy fölülről lehetett látni. Az egész, mondanom, hogy rögtön kiszúrtam, hogy ez nem Arad, tehát nagyon az aradi várat viszonylag jól ismerem, madártávlatban voltam, és ott meg egyébként tudom, hogy hogy néz ki felülről. És hát köszönő viszonyban nem volt Araddal, de hogy egyébként állítólag Arad legjobb szállodájában foglaltattál nekem szállást, és még gondoltál is rám, mert hogy az ott van a várnak a közelében, hogy és akkor így tessék. És azzal indokoltad a dolgot, hogy egészében nagyon oda tettem magam, nagyon jól viselkedtem, nagyon hasznos volt a munkám, és hogy ezért. Ez még önmagában nem is lett volna gond, hát azért mégiscsak mindenki tudja rólam, hogy szeretem a várakat, meg hogy egyébként meg szívesen megyek viszonylag közel az ország határon túlra is. De hogy ott volt egy másik ajándék is, na azzal már nem annyira tudtam mit kezdeni, mert hogy kaptam tőled az aradi út mellé egy éves parkolást, egy éves parkolást, Amsterdam egyik repülőterén. Nagyon jó. Szerintem tök merő. Ezt nem. A közvetlen az én helyem mellé. Fie. Ez annyira menő ajándék, ha soha az életedben nem mész ki. Ugye? Hogy bármikor ott vagy kocsival Amsterdamban, le tudsz parkolni, nincs gáz. De repülős parkolás vagy autós parkolás? A repülőtéren le tudom tenni az autónkat, és ingyen tudok parkolni ezzel a matricával. Tök menő. Egy éven keresztül. Ez ilyen levonó volt, tehát hogy gyakorlatilag egy valamilyen sorszám volt rajta, és akkor mondtad, hogy na, és akkor tessék, itt van az aradi út mellé egy éves ingyenes parkolási lehetőség. Az amszterdami reptéren. Amsterdamban. Hát ez... Viszonylag messze kell egyébként megállnunk az aradi szállásunktól, én ezt egy picit fájlalom. Hát lerakod a kocsit Amsterdam, és bebékávézol ide a Klassz FM-ben, nem? Hát igen, és akkor innen meg a Liszt Ferenc, és annak pedig Aradra, vagy valami a más utómód. Mondom, az Aradnál elkezdett billenni egy kicsit, mert elkezdtem, nézem, hát ez minden csak nem Arad, mert benézted. Vagy te küldesz el valaha a világ végére. Nem, most még este le kell feküdnöm, aztán utazunk. És általában ceremónia volt, vagy egyszer csak ott volt az ajándék? A Viki volt ott, a Viki ült az asztalnak a másik oldalán, és a Viki is hevesen bólogatott, és mondta, hogy igen, és fogad szeretettel, és tényleg, és nagyon elégedettek voltunk a munkáddal egész évvel fogad. Igen, és ez nagy... A Viki főleg egyébként az amsterdami parkolásnál mondta, hogy hú, hát ezzel, na hát ez nagy, na ezzel nagyon jól jártok. Csak mondom, persze, kb. Ennyi az összefüggés a kettő között, Amsterdam és Arad, bocsánat. Úgyhogy
Ez van. Jani goes to Arad. Ez volt a misszió. Irány Arad. Csak mondom, akkor le kell tennünk valahogy Amsterdamban az autót, amit egyébként ki is kell oda jutatni. Hát Svecsivel átmész. Kimentek kocsival Amsterdamba, ott van ingyen parkoló, tehát itt már egy éven keresztül. És Repcsivel átmentek Aradra. Szerintem ez jó. Jó, de inkább azt fejtsük meg, hogy van-e valami mélyen legbelül benned, ami bánt. Tehát, hogy úgy érzed, hogy nem ismerik el a munkádat, hogy ezt támadod. Nem, nagyon örültem neki, de. Nagyon jól esett, de hogy így mondom, egy picit olyan volt nekem az egész, mint hogyha így, hogy nekem is adna, meg valamit mi tervezünk, valamit közösen Amsterdam, amiért kell ez a parkoló. Tehát, hogy vagy pedig valami olyasmit fogok kipróbálni Amsterdamon, amiért valószínűleg egy éven keresztül nem fogok magamhoz térni, és kell is, hogy nehogy addig, hogy egy a parkolóra. De most komolyan. De nagyon, és olyan tiszta álom volt. És hol ébredtél, melyik résznél? Az ágyam. De már szélén. Jó, de az álomban. Tehát az Amsterdamnál. Ott körülbelül, hogy a Viki azt mondja, hogy hú, profi. Hát ez nagyon jó. Ez egy igazán komoly ajándék is, hogy örüljek nekem, ez nagyon praktikus a számunkra. Aha. Ezt a matricát innen le kell szedni, ráragasztod az autóra, és nem bántják egy éven keresztül a parkolóban az amsterdami repülőtéren. Hát tök menő. Szerintem nagy vonalú ajándék. Jó, ma feküdj le. Megpróbálom tovább álmodni. Gondolj rám, mielőtt elalszol, és próbál tovább álmodni. Tehát eljutsz-e Aradra, kijutsz-e Amsterdamba, betépsz-e egy kaféshopba, elmész és eszel egy sütit, vagy mondjam, szívsz egy kis hasist. Tehát, hogy abban még egy csomó minden van. Jó, most én... Piros lámpás negyed ott van Amsterdamban, állnak a csajok a kirakatba, hát ha elmentek Mónikával körbenézni, ezt még tovább tudod álmodni, tehát, hogy ebben még van. Na, ez az a vonal, amiről azt mondtam az előbb, hogy egy picit olyan, mint hogyha magára gondolt volna bele, mert én alapvetően én abban gondolkodtam, hogy az amsterdami repülőtéri ingyenes parkolásomat, azt elcserélném valahogy a társasággal, mondjuk egy kolozsvári ingyenes parkolás, az mégiscsak közelebb van Aradhoz, vagy még egy bukarestivel is jobban járnék szerintem, mint az amsterdamival. Mert akkor most az Aradot kell elcserélnem valamire. Ettél valami nehezet este? Vagy volt valami kicsit, mint amennyit túlsütötted a jutúrót, vagy mit tudom én, nem volt. Oda égett a kamember, megégett a szejtán, kifutott a hajdina. Hát figyelj, csilis szójavírslit ettem, három csilis szójavírslit ettem, ettem hozzá na, látod? Csípős mit is, olívabogyókat, ilyen töltött olívabogyókat, meg egy kis kecske sajtot. Na hát. Ez volt a vacsora. Valami, mondjuk, egy könnyűnek tűnik. A borsos mustárt összekevertem egy kis bazsalékmos mustárral. Wow, az lehet, hogy hogy ott volt. Igen. Aha. Ott volt valami. Ott a reakcióval léptek egymáshoz dolgok. Azt írja egy hallgató, hogy Amsterdam maradt fővárosa, azért gondoltam én. Tehát, hogy ebből az álomból tulajdonképpen az derül ki, hogy földrajzilag nagyon rosszul tájékozódom, hiszen adtam egy fővárosi parkolóhelyet Arad fővárosába Amsterdamban. Nem? Tehát, hogy ez simán megtörtént. Tehát, hogy én az álmomban, az álmodban nem voltam annyira okos, mint az életben, és azt mondom, hogy irány Arad, parkolj le Amsterdamban. Nem? Hát igen, vagy a társaságnak, tehát hogy valószínűleg az lehet, hogy valamit adjunk már olyanilag, mert nézd, itt van egy utazási társaság, menjünk be, vannak ilyen bónusz ajándékai, igen, nézzük, egy jó katalógus, Viki, mennünk kell már, arra, Amsterdam, jó, legyen egy ilyen Arad évek, legyen egy Amsterdam, és akkor mennyit kell fizetnem? Na, igen, menjünk, mennyi, igen, hogy a maga világ körüli útjához kapta ajándékba az amsterdami parkolót. Igen. Én nekem onnan indul a világ körüli turném. És akkor azt átruházta rád. Van még valami a vitt ez a betűség. Legyen ez. Igen. Ez. De ne felejtsd el írni egy másik hallgató, hogy aki szelet vett, az vihart arad. Hát mondjuk ez is igaz. Na jó, én hiszek a továbbálmodásban, nekem ez többször sikerült. Azért örülök neki, hogy két utat adtál, mert amikor, hogyha egyet felhasznál, akkor mindig van egy másik. Tehát úgy is mondhatnám, hogy jut is Arad is. Igen. Gyerű vagy. Mit kell csinálni, hogy ma tovább tudja vinni? Hát én nekem úgy sikerült tovább álmodom sokszor, hogy fölébredtem, és kicseréltem a pelenkát magamon, visszaaludtam, és akkor folytatódott. De így, hogy fölkelek, eltelt egy nap, ez már egy kicsit nehezebb. Lehet amikor egyébként irányítani. A mélybe az álomnál, akkor gondold végig újra ezt, hogy Arad, nem az a vár, Amsterdam parkoló, és itt aludjál. Igen, csak az a baj, hogy mondjuk vele ellentétben nem pelenkázok. Én nem a pelenkát szoktam kidobni, hanem a szivacsot magammal. Igen, hosszú az ébredés. Na mindegy, szóval próbáld meg tovább álmodni. Hát ha eljutsz Amsterdamba. Mondom, egyébként lehet, hogy ott én leszek a guide-ot Amsterdamban. Igen, mert Arad már megvolt. Mondjuk mi nagyon régen, még a Ceausescu érában, de hogy
Én voltam szívesen, az álmodban szívesen elguidollak Amsterdamban. Nagyon-nagyon jó hely, ismerem a csatornákat, a piros lámpást, de Vikivel voltunk egyébként. Az összes kávéshopot, mindent, úgyhogy az szerintem legalább álmodban nagyot mulatnánk ott. Jó, betépetlek valami füves sütével, aztán elengedlek Amsterdam utcáin, hogy bóklászál. Van egyébként ilyen hosszú távú parkolási lehetőség? Tehát olyan, hogy mondjuk egy évre vagy hosszabb időre lefoglal? Persze, van. Aki fizeted, akkor tudsz állni, persze. Ez van a bécsi reptéren is, amsterdami reptéren, mindenhol meg tudsz állni. Elég kultúráltan intézik ezt. Jó. Figyelj, hozzuk valószínűre ezt az álmot. Ha bármikor mész Amsterdamba, esetleg autóval mentek, mert valami isteni csoda folytán mondjuk nekivágtok, akkor vendégem vagy az amsterdami repülőtéren a parkolásra. Biztos benne, hogy aradat fogod. Nagyon valószínűséggel. Ameddig te ott állsz, ha egy hétre mentek, ha öt napra mentek, ha tíz napra mentek, amsterdami parkolás. Na. Jó? Jó. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondtam volna Zsülnek, hogyha mit tudom én, bármikor elmegy Mauritiusra, akkor vendégem két Virgin Mojitóra, nem? Tehát ugye a büdös életben nem valósul meg, mert Zsű valószínűleg nem akar Mauritiusra menni, mert vannak izgalmasabb helyek, akar Mauritiusra menni, akar. Hát nincs. Jó? Kedve. Ha bármikor Amsterdamba mész, vendégem vagy. Akkor nekem is vendégem vagy valami. Amsterdamba. Próbáld meg átcserélni egy kőszegi háromnaposra. Ja, de most úgy embernek kellene. Nem. Szeretném az álmodat valóra váltani. De akkor már, ha te adtál nekem valamit így a jövőben, én is akarok adni neked valamit a jövőben. De én nem álmodtam be. A jubileumi 10. túrátokon, amikor együtt mentek fel Vikivel és Benivel gyalog a Szádvári vár romjaihoz, igen, hogy megnézzétek az állagmegóvási munkákat és az aktuális feltárásokat, tehát a 10. ilyen túrán, gyalog túrán még egyszer, amit hármasban töltötök el, fölleviszlek téged a hátamon. Ez melyik vár? Rohadt nehéz lenne egyébként, a Szádvár Magyarország északi részén van, nagyon szép, nagyméretű romok, és a büdös életben nem fogsz oda föl. Szerintem legyél bátor, mondjál ötöt. Büdös, de ha háromat mondasz, se fogom beváltani, soha annyira nem érdekelnek ezek a robok, hogy ki szenvedés nekem ennyire felmenni. Háromnál azért megcsinálnál. Ha arra járnék egyébként, mindig lefotoznám magam, hogy most megint az egy elég meredek kaptató, de hogy... Kocsival föl lehet menni? Nem. Akkor nincs félnivalód. Semmi félnivalód nincs, hogy én nem kaptatok oda föl a hegytetőre, a semmiért, az biztos. Jó, szóval ha háromszor, akkor a negyediket azt viszed a hátadom. De ugyanezt felajánlottam egyébként Feri 10. maratonjára is. Ja, nagyon jó, hogy akkor végig futsz. A Feri első maratonjára is felajánlhatod ezt egyébként egészen nyugodtan, vagy akár az én első maratonomban. Egyébként ez az első maraton picit túlsúlyosabbak, mert pont tegnap olvastam egy úriemberről, képzeljétek el, hogy ötszörös amerikai sumo bajnok az illető, és 156 kilósan futotta le. Ne. De. Az első maratonja. Az ízületeivel, vagy mi végig görög? Hát nem lesz. Nem, ez egy amerikai. Végig török. Nem végig, az első részében török volt, utána albán, és mire visszaért, már azt hittem arra, hogy kihagyom. Szerintem csak az elején görög, végig nem görög. Ha 156 kiló vagy, még ha szintiszta izom se tudsz. Hát már pedig nem, mert hogy ugye szumosról van szó. Kicsit zsírosak. Picit. Hát azt így legyalogolod, lesétálod, lefutkározod inkább, tehát azért az megnézzünk a részidejét, akkor egy ilyen 8-10-12 óra alatt szerintem befordult a 21. kilométerre, ráfordult, úgyhogy az 151 kilóval azért nem vagy fürge. Igen, nem? Mondom, ha ízom, akkor se, de én nem. Meg főleg. Nem egy klasszikus sprinter alkat. Nem. Gyalogolva ér? Hogyne. A 42? Tehát igen. Amikor ilyen maratont indítanak, azt mondom, gyaloglás. Hogy én tempós gyaloglással végigviszem, engem megvárnak a végén. Meg. Hát van egy szintidő, tehát van a végén egy ilyen autó, ami azért van, hogy lezárja a mezőnyt, aha, és hogyha az autó utolér, akkor elveszik a rajtszámodat, és akkor felülsz az autóra. Ki ez, aki oda mer jönni, amikor én gyalogolok rajtszámot elvenni? Kevés megalázóbb dolog van, mint a 30. kilométer betessék ellen egy autóval, letépik a rendszámot, és beültetnek az anyósülésre. Mert utolért az autó, ami rükkfercbe megy, kettővel, hátrafelé, egy vaksofőrrel, tudod. Tehát, hogy az kemény. Jó, altatjuk még a tervet, az én maratonomat. Na jó, játékunk, ami a helyzet? 2-2, nem állunk olyan nagyon fényesen. Azt vártuk, hogy a visszaért, kipihent emberünk oda csap legalább egyszer, és akkor már háromnál fordulunk. És ez egyelőre nem jött össze. Nem történt meg. Elmaradt a nagy boom. Ami azt jelenti, hogy még egy döntőt kell ma játszanunk, bárkinek is.
egyébként, de a hetet illene hozni, mert hogy ugye múlt héten... Hát igen. Hát ugye? Hát ugye. Igen. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra elsősorban időseknek, gyerekeknek, újszülötteknek, és olyanoknak, akik nagyon izgulnak és rosszul játszanak. Jó, velük szeretnénk játszani. Fél hét múlt egy perccel, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Egy-két SMS még kora reggelről, hogy beszéltünk ugye tegnap egy sorozatról, és kértem, hogy írják meg páran, hogy megnézték-e. Nagyon sok SMS jött. Hogy örülnek neki, hogy ajánlottál filmet, vagy nem? Szeretik, igen. Köszi Balázs, tegnap este 8 részt sikerült abszolválni. Jöhetne majd újabb ajánlás. Az igen. Nem gyenge, igen. Én is sorozatfüggő vagyok, tegnap este megnéztem az első részt. Nagyon jó, köszi Balázs, megvan a hétvégi program. Így a Bali, a férjem nem biztos, hogy örülni fog neki. Bali közt fos volt a film. Hát van ilyen. Van ilyen is, igen. De sokan rákattantak. Ugye az a Kevin Bacon és Halloween, erről beszéltem tegnap, hogy ez egyrészt láttam, de jónak ígérkezik ez a kis sorozat, ahol Kevin Bacon a rendőr. Mérnek a rendőrök az M1-es autópályán 87-es kilométerénél a Budapest felől érkezőket messzelik le, ezt azt írta nekünk. Rengeteg jelentkezés a játékra, és Mátra szerén egy fok van már csak. Ezt Laci küldte nekünk. Na, a játék pedig elég meleg, mert hogy ugye 2-2, ugye? Tehát mondhatni nem állunk túl jól, és azért is nagy a tétje, mert ha ezt is elveszítjük, akkor már a második hetet bukjuk el megint. És romlik a statisztikánk. Nem hangzik túl jól. Igen, és ugye a második hétre már nem tudok faragni olyan dolgot, amire így lehetne kapaszkodni. Már nem. Hát, hogy adtunk egy hetet, gyerekek, mert jó fejek vagyunk, a kettő elvesztett után nagy baj. Nem, ott vége van, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékos. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hello! Jó reggelt! Te ki vagy? Pista bácsi vagyok, jó napot kívánok! Pista bácsi, hello Pista bácsi, honnan hívsz minket? Én jelenleg médiáitról hívom önöket. Ó, Pista bácsi, mi mindenkivel tegeződjünk, hát hadd ajánljam én ezt föl, bár ugye illem szerint az idősebbnek illene, de hát ez egy ilyen tegeződős műsor. Persze. Isten éltesen, sokáig olvasom, hogy ma van a születésnapod. Nem ma van, hanem októberben lesz majd nekem lölköm. Hát addig nem beszélünk. Hát ki tudja, hát akkor mi már most fölköszöntünk. Hányadik Pista bácsi? Köszönöm szépen. Ó, gyereki, mindenki már 86-dik lesz. 86-dik. Hú, gratulálunk, ez a szép forma. A kutyafáját. Hát igen. Ez valahol Szombathely felé van, ugye ez a település? Igen, ez arra felé van. Én nagyon picikám, mint a borszem akkorám. Úgyhogy persze itt vagyunk most. Kicsit olyan, mintha Fábri Sándor bolckodna, és idős hangot hozna, nem? És betelefonált volna Pista bácsinak álcázva magát. Persze. Hát még Csanika, nem vagyok én az. Kicsit győzis is egyben. Oké. Na, Pista bácsi, kivel szeretné játszani? Hát ez egy fontos hét, mert hogy ugye bukóra állunk, nem tudom, tudod-e, vagy követed-e, vagy hallgatod-e a műsort, úgyhogy nem mindegy, hogy ki játszik. Igen, hallottam. Hát én nekem az a Balázs gyerek, így maga az jó lesz itt nekem, vagy te jó leszel Balázsom. Te. Gyerekek szivatnak minket, biztos, hogy kamu. Biztos, hogy kamu, hát biztos, hogy nem vagy te jól. Jól hozod. Hát, hát már kikérem magamnak, hát Balázs, hát. Valami nem stimmeli, gyerekek. Valami nem stimmeli. Itt valami nagy kamu van. Na jó, oké. Játszunk akkor, jó? Aztán megpróbálunk rájönni közben, hogy ki vagy te valójában. Oké. Rendben van. Na, mehetünk akkor? Igen, persze, mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, mióta hallgatod a műsort? Hát én ezt lököm, én már... reggel óta, amikor felébredtem, akkor megkapcsoltam a rádiót, és azóta, hát a 6 óra után lehetett, ezt nem tudom pontosan. Mert akkor vége is a játéknak. Nem tudom pontosan. Ó, hát észre se vettem.
észre se vettem, annyira hangra koncentrálok. Annyira agyaltál, hogy ez vajon ki. Igen, hogy te most vajon alapjából ki vagy. Az ismert a parodistát. Ki hozza ilyen jól ezt a szerepet? Ott volt egy tiltott szó. Egy tiltott szó volt ott, Pista. Hol is volt az? Nem tudom pontosan. Azt mondtad, hogy nem tudom pontosan. Igen. Mivel érhetjük el azt, hogy visszaváltoz azzá, aki vagy? De, ha jól számolok, akkor 1927? Igen, igen. Hát, Atyaisten. Az 1920... Az már régen volt, nagyon régen volt. Azt írja nekünk Anna, hogy májusi vagy, ugyanúgy, mint én. Októberi. Hát na, most akkor melyik? Most akkor melyik? Jó. Hát akkor csillagom, rosszul érted, tehát október. Több tippem is van, hogy ki ő egyébként, vagy ki lehet, kire hasonlít még a hangja. Kicsit Dévény is, nem? Egyébként. Tibi bácsi. Tibi bácsi, vagy Tibi bácsi nagypapája is vagy egyben. Jó. Igen? Mondom, hát előbb Fábri Sanyi voltam, most még Dévény is átul. Hát ezek a Sándorokkal hasonlóknak. Dévény Tibi. Tibi, igen, Tibi. És Pista bácsi, mi a település? Ez még egyszer legyen szíves, vagy légy szíves? Megyehíd, igen, Szombathelyi település. Adjunk azért egy ajándékcsomagot Pista bácsinak, hát most, nem? Hát mégiscsak a korára való tekintettel, nem? Hát arra lehetne, csak nem ez a kora. A játék után nem jár, de megelőlegezett születésnap ajándékként. Jó, egy megelőlegezett szülinapi ajándék, jó? Nagyon szépen köszönöm, Baláska. Ne, ez most a Jani volt, aki ezt így megalkotta, vagy kitaláltam. Akkor csókoltatom a Jánosunkat. Kicsit kezd már tisztulni a hangod az ajándék hallatán. Igen. Ez ott van Zalakaros mellett, ez a megyehíd, ugye? Zalakaros, hát az a szomszéd megyehíd, nekünk az a Zala. Ez Vas. Hát vas megyehíd. Beugratod, megpróbáltad, nyomozol? Jó, nézd, elhisszük. Egyébként a hangot sokszor olyan, mintha igazi lenne, aztán a hangot sokszor olyan, mintha... Hát, mint lölköm majd, hogyha hány idős teszel, akkor kíváncsi leszek a te hangodra, és általán jön neki valami. Egyáltalán tudok-e majd beszélni? Igen, ennyi idősen. Oké, küldünk neked egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, drágáim. Oké, köszönjük, ciao. Visszhalt, sziasztok, elő. Igazi volt? Dehogy. Nem volt igazi? Kamu volt. Tessék? Azt mondja, Anna nem tudja. Nem tudod? Szerinted hát kamu volt? Hát én ezt most nem tudom eldönteni. Mi volt ez? Vaj volt a tájsz. Mi volt ez? Nem tudom, nekem is ugyanígy beszél, de hát most felveszem az adatait, megpróbálom kiugratni a nyulat a bokorról. Mondd, hogy kell az igazi születési dátum. Küldjön már egy ilyen szemigazolványt. Így vette fel egyébként elsőre. De mit ír? Már mi volt az SMS? Hát, hogy mielőtt eljön érte a kaszás, szeretném még veletek játszani. Nem hiszem, nem. Itt valami nem. Szeretem az ilyen őrülteket. Hát figyelj, én is. Azt írva, aki Szántó Öcsi bácsit jól elintéztél. Ja, igen, kicsinált. Már vártam, hogy a kokónak a bal egyenes. Nagyon hiányzott ma este. Ez mindig felhúz. Mondjon? Hallgat benneteket, nagyon képbe volt. Nem tudom, néha úgy gondoltam, hogy igazi, néha úgy gondoltam, hogy nem. Beszéltettem. És? Mi lesz ma a program, Pista bácsi? Hát, kimegyek, nálunk is süt a nap. Jó idő van. Én kajálom egyelőre. Én inkább arra hajlok, hogy szerintem eredeti volt. De voltak mi a furcsa hangkortozások. Na jó, 7 óra lesz pontosan, 1 perc múlva jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 7 óra, amúgy pontosan 14 perccel már. Itt vagyunk, 64-es főút, Enyingen és Bozsókon három helyen is kint vannak a rendőrök, autóval is, gyalogosan is, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Könyves Nándi. Aztán Trafi Diós Don a 7-es úton a Sashegyi úti körforgalomnál, polgárőr Fehér Vitarából méri az Ért felé haladókat Üt Pistabának. Mate küldte nekünk, valamint Kalocsán az ÖNFA kútnál egy fehér transzporterből szintén mérnek, üzeni Matt. Ez érdekes, mert sokan találgatják, hogy most igaz volt-e Pista bácsi, vagy nem volt igaz, hogy minket most átvágtak, vagy nem vágtak, vagy megvezettek, vagy nem vezettek meg. Lehet, hogy a Bohóc volt, aki tegnap ugye telefonált, ezt Zoli írja. Valaki azt írja, hogy csúnya meg lettünk vezetve. Nem tudjuk igazából, nem? Hát nem. De jól hozta. Ha ügyes, ha nem ő volt az eredeti, vagy nem volt eredeti,
akkor viszont jól hozta. Nem? Nem éreztünk meg ingást. Tehát, annyi van, hogy Szombathelyen állítok, hogy nem süt a nap, hanem esik az eső, vagy éppen pont fordítva. Bukta. Tehát, hogy valaki megírta, hogy Szombathely közelében nem olyan időjárás van, mint amit Pista bácsi mondott. Na, hát ez még nem annyira meggyőző. Sokszor előfordul, hogy itt is Kispesten más idő van, mint itt bent Népligetni, úgyhogy ez még nem annyira bizonyíték értékű. De mindegy, ügyes volt. A lölköm az például nem jó mondta. Az a lelkem, ugye, de tájban azt lelkömnek mondod. Lölkömnek nem mondják sehol. Lölköm? Lölköm, és egyébként meg nem beszélt ővel. Tehát nem volt a szögedi tájszólása, és lelköm úgy szólt volna jó. Tehát itt már én éreztem, hogy ez valami ez nem stimmel. Igen? Igen, csak az zavar, illetve nem is az, hogy zavar, hogy ha utólag elmondjam, akkor oké, benyaltuk, de én most nem tudom. És ez így idegesít, hogy nem tudom. Érted? Aha. Most ezt szerintem bárki tud ilyet bekamuzni. De nem tudsz ennyire jó öreg lenni. Mert ő azért jól hozta, amikor megkérdeztem, hogy mennyi. És ugye az évet is jól számolta ki. Mert én a jó évet kérdeztem a 1920, nem tudom, és azt mondta, hogy igen, és az tényleg a jó év volt. Mit mondott, hogy 86 éves? Nem tudom, de hogy én akkor azt visszaszámoltam, és kijött, igen. Igen. De akkor az 1930 valamelyik. De nem, 1927, és az stimmelt. De nem, az stimmelt. Igen? Az stimmelt, igen. Igen, és direktem úgy kérdeztem, hogy 26 vagy 28, hanem 27, és arra azt mondta, hogy igen. Na mi van? Fölvettem az adatait, nem esett ki a szerepéből. 96 vagy 90? Nem, ami gyanús volt egy picikét, hogy azt mondta, hogy a fiának a lakcímét adná meg, akit annyit elerőd, hogy Balázsnak hívnak, lényegtelen, tehát nem a saját nevét mondta, és ahhoz mondott egy lakcímet, mert hogy ő annyira idős, hogy az neki be kellene mennie Szombathelyre, azt oda már nem megyek be. Gyerekek, lehet, hogy ez működött. Nem tudom. Nem, működött. De én is gyerekszom. De nem igazi? Nem, hogy kamu. Ja, hogy kamu. Tehát neked is megszólalt a kamu jelző? Persze, a faterom már szólt, igen, már láttam a hívásotokat, lehet, hogy valami kis... Szól majd akkor a Balázs fiának, hogy mondom, pár tudja a Balázs. Ha, jó, tehát beszéltetem, de nem. Hát nem tudom, fiúk. Minden cuki volt, kész. Én megkajáltam, igen, egyébként. Igen, tehát aranyos volt. Én el akarom hinni ezt a történetet. Na, várjál. Nem hallja. Hello. Halló, Balázs, újra, hello! Jó napot kívánok, lőkeim! Lölkem! Jó reggelt! Lelköm! Csak újra, lelköm! Tessék? Játszunk megint! Nem, csak akartalak még kicsit beszéltetni, hogy meggyőződjek arról, hogy igazi vagy nem. Mondjad, Pista bácsi! Tessék! Mondta az Anna, hogy nem tudsz bemenni Szombathelyre, vagy hogy nehéz a nyeremény átvétele? Azt mondta az Anna, hogy kicsit... Hát én megyek már Szombathelyre általában, ugye, kórházba, ide-oda, azt azért mondtam a drága anácskának, ugye, mivel, hogy Magdikán már nincsenük, már szentlélekezelgetni, ezért ugye nem tudok, nem tudom, és ezért mondtam Magdikának, anácskának. Mióta hallgatsz minket egyébként? Régóta? Már az előző rádiót is hallgattad? Előző rádiót, igen, de hát az úgy megöregedett, hogy le kellett cserélnem az előző, mert most már az jobb van. Mesélj meg egy picit a gyerekkorodról, hogy milyen volt, hol nőttél fel, mit csináltál? Hát az igazság, hát én itt nőttem fel, még egy mellett, hát sok mindent nem csináltam, kivittük a tehánákat, aztán őrizt nem kellett, ezért kívül se egyója. Ott egy kis folyónk itt nekünk, abba fülöttünk sokat. Egy kis folyóban? Melyik? Gyöngyösnek hívták ezt a kis folyót. De miért hívták már? Ki apat, vagy elapat? Hát most is úgy hívják, biztos csak régen voltam arra. Hol tanultál, vagy hova jártál suliba? Itt volt nálunk egy icipici kis iskola, aztán oda jártam én általában. Egy icipici kis iskolában, egy icipici házikóval a rét közepén, mi? Igen. És hol voltál, mondjuk 56-ban, mit csináltál? 56 volt? Jó, hát az komoly dolog volt, gyerekek. Hát akkor arra inkább nem is szívesen beszélünk, hogyha nem volt. Hát az egy nagyon komoly dolog volt valójában, egyébként tényleg így van. És Pista bácsi, a Balázs fia mennyi idős? Megkérdezhetem?
Balázs az most 43 körül van. 43 körül? Igen, igen, igen. Uh-huh. Kicsit későn kezdted a gyerek gyártás, de... Hát a jó mag sokáig eláll. Ez igaz. Ez igaz. Jó van, Pista bácsi, elintézzük, hogy megkapd az ajándékot, jó? Nagyon szépen köszönöm, gyerekeim. Vigyázz magadra, jó? Lölkeim. Lölkeim, jó egészséget neked, hello. Sziasztok, aranyos kány. Jó egészséget. Soha nem hallottam még egy férfi, azt mondta volna, hogy aranyos kány. Na tessék, szavazzunk, na? Ki mondja, hogy kamu? 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 Kamu, mi? Kamu. Szellemes, helyes, aranyos, ez kamu. Fulka, full hülyének vagy. Full hülyére lettünk véve, nem? Kamu? Biztos, igen, igen, kamu, persze. De jó, egyébként jó. Egyébként tényleg jó. Na jó. Oké, okay. A játékról akarok pár mondatot csak mondani, mert ilyen korán reggel még erről nem beszéltünk, és mindig azok hallhatták, akik később hallgatnak minket, feltételezvén azt, hogy nincs olyan ember, vagy csak kevés, aki mondjuk 4 órán keresztül tudja hallgatni a műsort. Ugye megy egy játék itt a Klassz FM-en, vagy zajlik, aminek komoly tétje van, mert hogy jövő héten pénteken lehet nyerni egy autót. És ez nagyon komoly. Uh-huh. Egy autót, egy Chevrolet Trax-et. Így van, ez egy micsoda? Ez egy crossover. Ez egy crossover. Magasított has, hogy mindenütt elmenjen, Kátyúhegyen völgyön, és nagyon jó kis felszereltség. Ilyen kis szabadidőautó. Egy szabadidőautó. Hát te már felfedezted, megnézted, álmodoztál róla, összehangoltad a telefonodat, mindent csináltál. Ez egy tényleg egy családi kis autó, és ezt bárki megnyerheti. És hát ugye a lényeg az, hogy be kell menni a Chevrolet kereskedésekbe regisztrálni. Semmi más nem kell csinálni, mint hogy beküldeni a családot. Ha valaki többször megy be, az nem jó. Viszont ha valaki beküldi az összes családtagját, az ér. Tehát többen mehettek regisztrálni, csak egy ember többször nem mehet. És minden nap visszajövünk valakit azok közül, akik az előző nap regisztráltak valamelyik Chevrolet márka kereskedésben az országban. Összegyűjtünk X mennyiségű embert jövő év péntekre, és ezeknek az embereknek kell majd kiásni, ugye a föld alól is előteremteni magát az autót. Velünk együtt. Így van. Ha ez nem sikerül, és nem tudják kiásni az autót, akkor ott hétvégézzünk, akkor mi jól megszívtuk, akkor mi soha nem jövünk onnan ki, és akkor viszont nincs nyeremény. Tehát az menjen el jelöltetni magát, vagy regisztrálni Chevrolet márka kereskedésbe, akinek egyrészt szüksége van egy autóra, már pedig ilyen ember szerintem nagyon nincs. Kettő, aki oda tud jönni jövő héten pénteken egy budapesti helyszínre, és képes ásni. Így van. Jó erőben van, mindegy, hogy hány éves, de tud ásni, mert ha legalább 3 olyan ember van, vagy 2, vagy 1 is akár, aki nem tud ásni, az megszívja a többi 8-at, 10-et, 12-t. A bések nem nyerhetnek, csak az ások. Így van. Így van. Úgyhogy tessék jönni ásni. Jó? Pista bácsit is várjuk. Igen. Ha 50 alatt várják van. A lölkei. Lölkei. Pista bácsi jöjjön. Pista bácsi jöjjön. Jó? Úgyhogy lehet jönni. Hát, ha addigra megfiatalodok egy picit. Figyelj, ha fizikailag is ennyire jó, mint amennyire szellemileg. Hát szellemileg nagyon épp. Akkor az épp. akkor az jó. Úgyhogy, ja, és mondtuk, hogy van egy helyszín, ahol segítünk, ugye, vagy minden nap segítünk valakiknek. Tegnap Szeged volt, menni. És igen. A mai napon Békés Csaba van. Csabaiak, véreim, igen. Menjetek! Szerezzük meg a Trax-et! Békés Csabán állítólag van egy olyan Csaba Center. Van bizony, a város központjában, az pár évvel ezelőtt épült, gyönyörű sétáló utca van előtte, tényleg jó hely. Ez egy nagy bevásárló. Egy nagy bevásárló központ. A Csaba Center főbejáratánál is lehet regisztrálni a Klassz FM játékára. Tehát ha valaki azon a környéken nem tud elmenni, már a kereskedésbe viszont szívesen bemegy a Csaba Centerbe, regisztráljon. Jó? Azon gondolkozom, hogy mi kell még, mindent elmondtunk nagyjából. 18 éven fölül játszhatnak. Hát gondolom, hogy személyt vigyél magaddal, azt lehet. Egy személy az biztos, hogy kell, hát, persze. Tudom, legyen nálad az a biztos. Ennyi. Ja. Ennél egyszerűbb játékunk gyakorlatilag még nem volt. Nem kell bevinni egy másik autót. Semmi. Nem kell megkeresni semmit. Oda mész, regisztrálsz, kész, passz. És Újkígyósról 9 órakor indulnak a buszok a Művház elől. Srácok, gyerünk, szerezzük meg a Trax-et. Annyira szomjas vagyok, adjatok nekem Chevrolet-t, írja. Ja. Jó, úgyhogy jövő héten pénteken ásni fogunk. Már láttam a terveket magáról a stúdióról, hogy megyünk le, hogy fog az kinézni. Ott áll mellettünk az autó, majd a föld alatt, x köbméter földdel a fejünk fölött. Mi látni fogjuk azokat, akik ásnak. És hát ott van se kisebb a gyerekek. Az ott nem megyünk a föld alá, csak azt halljuk majd, hogy dobálják a homokot, és konkrétan eltemetik a stúdiót.
tehát sehova. Tehát ott mindenki beköt egy katétert, ráül egy bidére, egy kacsára, ott vége van. Csak akkor tudunk kijönni, ha kiássák? Hát nem az előbb az autót ássák ki, aztán bennünket? Most megvan egyszerre az autó? Egyszerre haladunk, mert az autó az üvegstúdió mellett lesz, vagy a konténerstúdió mellett lesz, és egyszerre kell, hogy szépen a felszínre érjünk. Mármint a felszín leérjen hozzánk. Relatív, hát honnan nézem. Nekem mindegy, hogy jöjjön hozzánk, vagy mi az enyém, hogy azért 9 óra magasságában kint legyen. Azt szeretném, hogyha mi lennénk elől, ugyanis ha ők kiássák az autót, ezek elhúznak a francban, még ott rohadunk le alul. Tehát azért erre gondoljuk, hogy előbb kocsi mi jöjjünk ki. Kocsi megvan, kérem a súszkocsot, ti meg lávajtok. És kész. Jó, van, srácok, szevasztok. És ha most Fenyő koncertet rendelnénk oda, akkor ő hogy énekelné, hogy a Jan Pecok a Chevroletben agyba főben nyomják a Chevroletben, a teregben agyba főben nyomják a dudát, igen. Balázs, remélem, ha megöregszel, téged is kifognak röhögni, és vicctárgya leszel. Én nagyon szeretem. Jaj, ezek atya úr, ők miért nem a Kossuth Rádiót hallgatják, de tényleg, ott van a reggeli krónika. Jó, informatív, nem vicces. Hát miért kínozzák magukat velünk, nem? Tényleg, miért nem hallgat CD-t? Minek kapcsol ránk, nem? Hát annyi más adó van, ami nem vicces. Sőt, sajnos most csak azok vannak szinte. Nem? Tényleg? Nem is értem. Na! Viszont ha egy nővel beszélsz, és akkor röhögsz, akkor a nőket röhögött ki? Persze, tudod, neki minden fáj. Ha egy állatorvos, akkor az állatorvosokat röhögött ki? De fáj az élete. Ha egy plasztikai sebésszel, akkor a plasztikai sebészeket? Igen. Ha egy focistával, akkor a focistákat? Ilyen alapon akkor mindenki mindenen állandóan megsértődhetne. Fáj neki, érted? Minden senki, fáj. Senki nem röhögte ki az öregsége miatt, úgymond, ahogy írott. Nem is kell megmagyarázni, ő az, akinek fáj az élete, fáj más boldogsága, vitatkozik a híradóval, tudod, és fáj neki az egész élet. De nem, hogy kínozzuk, tudod, hallgass minket, jól megkínzunk még 10-ig. Róka van Tatabányán, ezt mi van az állatokkal, ezt hallottátok? Szarvasok, őzek, vaddisznók, hát, a belső kerületben, róka Tatabányán. Mi van? Elfogyott a természetes élőhelyük? Vagy bejönnek ilyenkor eszegetni a városba? Hát ott, a Tatabánya centrumában, a sétáló utcában azért a róka nem volt eddig egy megszokott látvány. Meg a lakótelepek között, nem? A lakótelepek között nem, de ott azért bebekószálgatatnak. Honnan vértesből azért átjött mindenféle hát állatka. Télen, mert télen nincs kaja, akkor bejössz, aki kidobott maradék, de ilyenkor szeptemberben. Szeptemberben jó idő van, talál magának mindent kint, azért érthetetlen a dolog. Plusz, hogy ő ugye vásárolni ment, még ez volt. Lehet, hogy valaki odaéneskedett. Volt a cikiben. Hogy valaki ilyenkor elkezd éltetni? Simán. Tehát lehet az, hogy valaki mondjuk ott a környező kiskertekben, vagy kertes házakban, ott a lakótelepek mellett tartott például tyúkokat, vagy ilyesmi. És a rókák azért bebeszoknak így a könnyű prédára. Hát láttam neki a vukkot, ugye? Meg a róka azért egy nagyon okos kis jószág. Tehát, hogy ő azért többre is képes, mint amennyit kinézünk belőle. Pár évvel ezelőtt volt egy olyan eset, ez Norvégiában történt, hogy egy 16 éves norvég fiú azzal szórakozott, hogy egészen konkrétan nyúlhangokat töltött le a telefonjára, és a telefont ott hagyták. És amikor a nyúlhangokat elkezdték tolni, tehát felhívták a telefont, és ezek voltak ugye a csengő hangok. Oda ment egy róka, felkapta a telefont, és elszaladt vele. És egy nappal később már Skype volt. Egy nappal később már Viberezett. BRK-nek még így hívták a srácok, a következő üzenet érkezett SMS-be. JLVLOIA0AB34348TU. Mit akart üzenni a róka? Ez valami titkos róka nyelv? És egyébként erről konkrétan van egy videófelvétel is, amikor a róka oda megy, becserkészi az erdő közepén a telefont, és utána elkezd vele szöszmötölni, felkapja, és utána elviszi. És ha most tételezzük fel, hogy Jörg telefonján rajta lett volna az a matrica, mint a tiéden, akkor a róka felmegy az internetre, és megkeresi Jörköt. Így van, és kérjét egy tyúkot, vagy egy kacsát, vagy egy libát. Igen, vagy egy kakas. Igen, vagy mindegyiket. De hogy vannak bizonyos állatok, amik bemennek a városba, vannak bizonyos állatok, amik nem. Tehát én soha nem hallottam, hogy Ózd belvárosában szarvas sétálgatott volna. Én nagyon városi vagyok, tehát hogy én most ezeket tök komolyan kérdezem, hogy mitől... Vagy hogy ők a haragos siplóként ilyen bandákban verődő ott. Igen, például. Tehát mitől megy be egy vadisztó... Hagyva fölötolnak a dumát. Egy vadisztó megérő, azért mert ragadozó is húst megy, míg a szarvas tudja, hogy neki egyébként semmit nem talál a városban? Ilyen alapon egyébként a szarvas is lehetetető, miért nem megy be? Egy róka ugyanúgy fél, mint a szarvas. Egyik se fél jobban, vagy egyik se bátrabb a másiknál. A könnyű kajára mennek.
Egyértelműen. Igen? Ne kelljen annyira vált, ezzel rájönnek, ők sem buták, rájönnek, hogyha kevesebb energia befektetéssel tudnak ott maguknak táplálékot szerezni, akkor nem fognak vadászgatni. De egy nyúl miért nem megy be soha a városba? Tehát nincs az, hogy baj a centrumában. Mert állandóan nyúl... bent vannak a rókák. Hát igen, így ez, és milyen jó, hogy medvénk nincs, mi? Ha az menne be. Baj a sétáló utcáján két nyúl sétált végig. Egy Louis Vuitton táskával. Igen. Teljesen életszerű. Érted? Tehát vannak a vaddisznók, akik nagy kalandorok, vannak a rókák, akik nagy kalandorok, más állat meg egyszerűen nem vágyik bemenni a városba? Hát vagy ő tudja, hogy neki ott nem jó? Kisebbeket ugye nyesnek, azok állandóan benn vannak. Hát az én kocsimat is nyúzza mindig. Érted? Neki már ez egy kis téli-nyári szállás, gyakorlatilag motorháztető alatti rész. Úgyhogy azért vannak, akadnak ilyenek. Jó, felhívjuk a mi nagy vadászunkat a hírek után. Jó? Gyuri bácsi. Aki ugye járja az erdőt, vigyázz Gyulára, véd minket a románoktól, és látott már kengurut, pumát, medvét, mindig, ha állatos ír van, őt hívjuk. Vaddisznót, elmondja, hogy mit csináljunk, ha rókával találkozunk. Jó? Jó. Remélem, hogy Gyula bácsi elérhető. Kapcsoljuk nem sokára Gyulát, és felhívjuk Gyuri bácsit. Jövünk ezzel a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, egy perc múlva. Hello mindenkinek. Két fronton zajlanak az események, egyrészt mindenki nyomoz Pista bácsi után is találgat, hogy ki lehet. Ugye a titokzatos öregember, aki betelefonált a Fekete-Fehér Igen Nemre, és hát a fél ország most azon rágódik, hogy igaz vagy nem igaz. Hívjuk meg adásba, menjünk le, már valaki felajánlott, hogy fölhozza, most oda megy, megnézi, mondja meg, hol van, felszedik, stoppal felhozzák, minden van. Tehát az ország egyik fele hisz Pista bácsinak, a másik fele azt mondja, hogy kamu, kapjuk el Pista bácsit, leplezzük le, jöjjünk rá a csalásra, és vegyük vissza az ajándékcsomagot. Vagy legalábbis próbáljuk meg leleplezni. Mindegy nekünk, de mi is örülnénk, ha tudnánk, hogy mi az igazság Pista bácsival kapcsolatban. Most inkább arra hajlunk, hogy kamu, ugye? Aha, kamu, kamu, kamu az öreg, erősen. A másik pedig ugye, hogy Róka van hol? Tatabányán most éppen. Ugye ezeket az állatos híreket mi nagyon szeretjük, kedvesek, aranyosak, bemennek a városba, kicsit körbenéznek, vegyülnek, aztán tovább mennek. És nagyon sok SMS jött, hogy hol, mi van még. Róka van Esztergomban a Piac utcában, nehogy belépjen valaki, én raktam oda. És Szombathelyen a március 15-et éren őzet ütöttek el. Ez na, is megtörtént. Az őzet itt van, tessék. Tatabányán lakom, az Ifjú Munkás út 30-ban. Ifjú Munkás út 30, azért az megvan. Ifjú Munkás út 30, nagyon jó. Róka ült a lépcsőház előtt, írja Gábor. Baján igenis vannak nyuszik, írja egy másik hallgató. Nagyon csinosak, a sétál utcában, sétálnak, írja egy hallgató. És ugye mondtuk, hogy felhívjuk a mi drága Gyuri bácsinkat, aki viszont igazi Gyuri bácsi, ugye? Ő egy igazi Gyuri bácsi. Hát, ezek után. Igen. Ki tudja. Aki őrzi Gyulát, őrzi a határvidéket, vigyáz ránk, minden állat szakértője, mindig csinál valami izgalmasat, járja a vidéket, és figyeli a románokat. Nem utolsó sorban. Ugye? Figyeli a románokat. Kengurut, medvét és románt. De leginkább egyébként román. Ugye? Itt van velünk Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, jó reggelt, hello! Hello, szevasztok! Gyuri bácsi, hát ezer éve nem beszéltünk. Hát régen találkoztunk, régen beszéltünk. Igen, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon köszönöm szépen, rendben van minden. Erre is van róka, na, őzike is, minden van itt. Róka, őzike, tehát inkább az erdőben, mert az erdőt járod, ugye? Nem, benn van itt az erdőben, van itt bent, közel a város szélén is van róka. Nálunk is van róka, nálunk családtag a róka. Családtag a róka, bemegy a kertbe, vagy bemegy a lakásba, vagy ott nem, van? Nem, bejön a tyúkokhoz. Ja, hát azt szeretik, nem? És ősszel tudod, bejön, ősszel rászokik, és akkor itt a szomszédokba végig megy rajtunk, itt vagyunk közel hárman. Már az első szomszédnál egy közvetlenül Gombozolinál nálam a jelenkezett, hogy már jön neki a libája, ő neki van libája, nekem most nincs libám. Biztos jobban ízik neki a libahús. És elvitte a libát a róka? Elvitt egy jó párat, nem is egyet vitt el, többet vitt el. És Gombóz Zoli mit csinál ellene? Hát nem tud, ő pedig nagy vadász, tehát lesi, figyeli, de még nem hallottam durrani a puskát. Úgyhogy ravaszabb a róka, mint Zoli. Kilőhetné egyébként? Tehát szabad? Persze, miért lőhetnék, egy zuhad.
Na jó, de városon belül? Nem, ez városon kívül van, táblán kívül van ez. Hogy megy át a kerítésen? Átássa magát? Vagy kifigyelj a járatokat? Tanál az lyukat, kifúrja, tehát bemegyen. Olyan okos, mint amilyen közmondásos az, hogy ravaszarók? Ravaszabb. Igen. Túljár az ember eszén sok esetben. Te már lőttél rókát, Gyuri bácsi? Fogtam, persze. De... És ez... Vigyázni kell rá, most bent a városban azért vigyázni kell rá, mert a róka is harap azért, hogyha megszorítsák, tehát meg akarják fogni. Hagyni kell. Egy az, hogy bolhás, koszos a róka, nem egy tiszta állat nagyon. Tehát hagyni kell a vadászoknak, meg arra illetékes személyeknek, hadd fogják meg azok. Uh-huh. Meg veszett is lehet. Hát az is lehet, de ritkán van, de lehet az is. De akkor hogy fogtad meg? Azt mondtad, hogy nem lőttél, hurokkal, fogtál. Hurokkal, kézzel, ja, kesztyűbe, nem. Jött a tyúkok, ha sűrűn, azt akkor kitettem a húrkot. Ez mindegy, hogy belelép ilyenkor, vagy ez mit jelent? Hát belement, uh-huh. Azt megfogta a húrok, tehát de ez ott is sokára, tehát érzi az ember szagot minden, tehát nem az, hogy kivon a húrokhoz, belemegy. Ez ravaszka, ugye? A ravaszám nagyon-nagyon ravasz. A kent be tyúkkal a húrkot, és akkor... elvitte tavaly a kacsánkat, elvitte gyöngyit, vitt el. 26 tyúkból a családnak csak 8-at hagyott, képzelzel. Az igen. A többit ő érte meg. Azt a mindenét. És ezinkor tudjátok, hogy egy róka vagy több róka jön? Nem, meg? Lehet ezt tudni, tudod, éjszaka jobban bejár. Ez másabb, nem tudom. Tehát mi nem tudtuk meg, de azt tudtuk, hogy róka. Tehát nappal is elviszi, lehetett látni nappal a rókát. Tehát meg ilyenkor ez van. Ősszel már kezd hűlni az idő, minden. Tehát nincs úgy kisfácán kisnyúl. És a vadállomány ugye jobban vigyáz, tud vigyázni a nagyobbja. És akkor ilyenkor, meg szelídek, nincsenek bántva. Aha, elszemtelenednek. Így van. Na és mi a helyzet a románokkal? Minden oké? Vigyázol ránk? Persze, már most nem hozzák a hátizsákot. Nem hozzák a hátizsákot? Tényleg? Nem, hátizsákot. De mi letették, vagy mi? Hátizsák nélkül jöttek. Hallgassák a rádiót, ők is a szót. Akkor... És mikor fogott utoljára Gyuri bácsi románt húrokkal? Azok még nem viselkednek úgy, de olyan lesz, kitesszük azoknak. Gyuri bácsi, tessék kirakni a húrkot, tehát hogy rakti abszolút. Ne vicceljél. Figyelj, Gyuri bácsi, nem hallgatod véletlen a játékosunkat? Nem voltál most rádió közelben? Nem voltam most, nem. Mi volt? Betelefonált egy magát 86 vagy 85 évesnek mondó Pista bácsi, és szeretünk volna tőle tanácsot kérni, hogy szerinted valójában idős emberrel beszéltünk, vagy megpróbáltak minket megvezetni. Mi az utóbbira hajlunk inkább. Igen. Tehát meg akartak vezetni benneteket, hogy az a másik korozát idős ember. Igen, aha. De közben... Lehetett egy fiatal is. Tessék? Lehetett fiatal ember is. Hát vág az összet, Gyuri bácsi, pont. Hihetetlen. Ilyen ember kell a határszélben látod. Hát, és mi volt szó? Tessék? Ebbe az idős bácsi, mire akart titeket rávenni? Semmit, idősnek adta ki magát, hogy fölhívja magára a figyelmet, mi felhívjuk játékba, tegyük, játszunk vele, és nyerjen egy ajándékcsomagot, ugye, mert mindenki mindent megtesz, hogy bekerüljön a játékba. Igen. Így próbált ő meg valószínű bekerülni. Hát akkor most ő ki van licitálva a játékcsomagból. Ő most ki. Egy kicsit tegyétek a sor végére. Mivel telik a mai reggeled? Mit csinálsz? Piac, vadászás? Nem, most van, méheim vannak, tudod? Méhek? Méhek vannak, és ha jó idő lesz, kezdem őket beteleltetni. Mit jelent? Mit kell csinálni ilyenkor? Hát ilyen tetejét betakarni, tudod enni valahogy, megnézni, hogy van-e elengedne nekik is, hogy tehát nyugodtan tereljenek ki. Hmm. És mivel élnek itt télen a méhek? Hát mézet hagyunk benne, meg ilyen cukorbúj csinálunk, cukor, méz összekavarva, lepényt, tudod, gyógyszer esetleg bele, ha szükséges, de nem szükséges most. Ja, antibiotikum, aha. És ebből te utána mézet csinálsz, és mész árulni, és eladod? Hát nem árulom most, tavaly nagyon rossz volt a tél, mert kipusztult 17 családom, kevés maradt. Most újra fejlesztem felfele őket, tudod? Aha, mennyien vannak egy családban? Mennyien vannak, nem tudom, hát ez változó, tudod, de méhek erősségétől, a család erősségétől. De nincsen minden reggel létszám ellenőrzés? Igen. Nem szoktam, már gondolkoztam rajta, hogy sorba állítom, mint én honvédségnél álltunk ott a, tudod, a futballpályán sorba. Az alakulón. Az alakuló téren.
Nem Gyuri tudok vasszok. Rájuk vassisakot szerezni. Minek nekik a vassisakot? Hát vegyél rájuk vassisakot. Nekünk is volt. Persze, a nem egyszerű. 24 hónapig nekünk is volt, akár ez, hanem a hátunkon. Meg a pakancs. Persze. Hát arról ne is beszéljünk a súran arról. Figyelj, és ha szemtelenkedik, akkor mehet a futkosóra. Tehát ne szórakozzál velük, csak keményen. Keményen. Jó messze van oda lenti. Igen. Gyuri bácsi, vigyázz magadra, ha állattal történik bármi ebben az országban, mi csak téged hívnánk továbbra is. Jó, jó, köszönöm szépen. Imádunk, szeretünk, jó egészséget neked, Gyuri bácsi. Nektek is, hallgatóknak is, nektek is. Köszönjük, Gyuri bácsi, köszönjük szépen, hello. Hát őt még mindig imádom. Őt még mindig imádom. A flóra és a fauna legnagyobb tudat. Gyerekek, Gyula megmentője, a határvidék figyelője, nem? A legnagyobb román elkapó. Akitől retteg mindenki. Méhészet, vadászat, róka, illegális határátkelés mindenhezért. Minden, mindig ott van. Szerintem a pálinka főzést is ide sorolhatod. Így van. Igen, nagyon Gyuri bácsi óriási. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai első játékosunk. Owen bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Hát nem első, már második egyébként. Halló, jó reggelt! Magamnak mondtam. Halló! Kinek? Kinek? Ne szemtelenkedjük. Ki is? Most nekem köszöntetek, vagy saját magatoknak? Nem köszöntünk senkinek. Én mondtam, hogy már nem az első játék, hanem a második, de mindegy. Hello Zsolt, jó reggel. Hello, itt na, vagyok. Most neked. Na, ez már te voltál, igen. Igen. Zsolti, honnan hívsz minket? Hát én Somogy megyéből hívlak benneteket. Na, mert te is gyanús vagy, basszus. Mindenki gyanús, tényleg. Tehát semmi gyanúsat nem mondtál, de gyanús vagy. Igen, Magyarország leghallgatottabb rádiójában. Örülök, hogy be tudtam magam küzdeni. Már csak azért is a leghallgatottabb, mert nincs több. De vannak még rádiók. De itt lent erre határfele, meg az ország szélén semmit nem lehet hallani. Nem tudom, hogy ez most dicséret volt-e, vagy nem? Tehát, hogy azért a leghallgatottabb, mert nincs több, vagy azért a leghallgatottabb, mert jók vagytok. Tehát most nem tudom, hogy adtál, vagy inkább elvettél. Hogy hát én nem is tudom, én valahol középen vagyok. Tehát nem, nincs választék. Van egy Kossuth, van egy Petőfi, és van a Klasszetem. Ahogy te dicsérsz, úgy köszönjük. Járomból elsőnek lenni, az se rossz. Hide, mi is örülnénk, ha lenne konkurencia, hiszen a valódi teljesítmény akkor mérhető, ha van konkurencia. Tehát mi ezt nem tudjuk hangsúlyozni. Nem vagytok ti olyan nagy örvendők. Nem vagyunk mi nagy örvendők. Mi van ma a hallgatóink a gyerekek? Milyen jó fej vagy. Nincsenek CD-id otthon? CD-in, de vannak itt, van össze, vannak törve. Hát akkor miért nem hallgat zenét? Hát akkor... Tedd be, hát akkor ne kínozd magad velünk. Rossz, nem kínozom, ti kínlódtok velem. Dehogy kínlódunk, dehogy ne. Nem, egyszerű ember vagyok. Ezt se én mondtam, mi egyébként parancsolok. Mi van, hogy elkaptok valamit? Csak kérdezek. Én ezt nagyon szeretem, de innentől kezdve kezdem szeretni a beszélgetést. Aha. Mivel foglalkozom? Én van kettő cég, ahol dolgozok. Uh-huh. Az egyik az naptárokat készít a Tüncinek, a másik réglen. Uh-huh. Ugyanezt fehér nemi szintén neki bedolgozók vagyunk. Uh-huh. És most szeretnék nyitani még egy... Megértem, hogy frusztrált vagy. Igen, ezek után a Tüncinek én akkor... raptár gyártanom, én is ki lennék. Nekem is van sarad. Igen, csak azt most nem akarom előhozni. És most pedig minden olyan embernek szeretnénk programokat, hétvégi programokat és nyáriakat készíteni, akit úgy hívnak, hogy Benny. Aha, hazudnék, azt mondanám, hogy értem, hogy miről beszélsz. Jó, mindegy. Ne hazudozzál. Játszunk, én azt mondom, jó? Na, mert ez már most már egy tök bonyolult reggel. Úgy megbukok. De valószínű. Egyébként, de hogy ez nem baj. Maximum nem lesz ajándékcsomagod. Ez egy nagyon nehéz reggel nekünk. Álhallgatókkal, magukat idősnek kiadó, nem tudjuk hova tenni hallgatók, veled. Tehát nem egyszerű most ez nekünk. Nem egyszerű. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Owen bácsi, Beru néni. Jó, szokott menni a játék egyébként? Ki szoktad találni? Hát nagyjából van, amit kitalálok, van, amit egy napig se tudnék kitalálni. És valószínű, ez megint olyan lesz. Uh-huh. Oké, Zsolt, figyelj, mutatjuk akkor az éneket, jó? Na, ez nagyon kevés volt, a tegnapihoz képest. Tegnap is hallgattál minket, ez mazoista vagy akkor, ha kínzod magad. Igen. Igen, mutassunk még egy részletet, hogy ugyanezt még egyszer? Hát nem, még egyszer próbáljuk meg, de rendesen, tehát azt a két másodperces hosszúságot, amit lehet hallani, olyan jó ezek a kakas kukorékolásod hátul. Két másodperc, figyelj, kettő lesz, jó? Figyelj, indítjuk. Egy, kettő. Na, egyel hosszabb, menjünk egy számmal bejebb. Egy számmal bejebb, akkor kivettük a bögrét, jó? Vegyük ki. Igen, kivettük, mutatjuk.
Azaz. Igen. Mostanában elég sokat játszunk. Igen. És magyar szám. Az nem. Akkor nem. Akkor ez nem fog menni. Nem fog menni? Nem. Nincs meg? Megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj. Jó. Igen. Elég sokat játszunk mostanában. Azért hittem benned, hogy meg tudod csinálni. Hát én gondoltam, hogy ha ez valami külföldi film, akkor gyerekek már nincsenek itt a környéken, egyedül maradtam bent az irodába, úgyhogy én meg nem vagyok erre kapacitálható, én gyenge vagyok ehhez a muzsikához. Gondoltam, hogy valami ilyesmit kapok, egy olyat, ami lehetőleg legnehezebb. Ez hát megint a paranoia, ami szól belőle. Hát miért gondolod azt, hogy te kapod a legnehezebbet? Hát sem tudjuk, hogy kinek mi a nehéz. Hát ez... Én vonzom a negatívumokat. Igen. De hát egy kicsit gondolkozz pozitívabban. Küldünk neked akkor, hát ajándékcsomagot nem. Egy jó rubirózt a következő órában, ahogy látom. Zsolti, köszi! Oké, köszi szépen, sziasztok! Hello, ciao! Gyerekek, mi van ma? Öntől rosszul ébredt az ország. Mondjátok meg, mi van ma? Mi történik velünk ma? Én ezt imádom. Péntek van, jó idősüt a nap. Amikor 20-a van, már fizu megcsappant, az ilyenkor benne van egy ilyen fordítás. Én ezeket a műsorokat szeretem igazán, amikor kicsit furák, kicsit más minden, kicsit az egész olyan nehezen értelmezhető, de hogy ezzel nincs baj. Hát van egy évben 340 játékosunk, akkor egy ilyen belefér. Ezzel, igen, ezzel nincs baj. Adni szeretnénk, nem elvenni. Én bocsánatot kérek, de nem derült ki számomra, hogy ő ennyire negatív. Én velem nagyon negatív. Aranyosan, kedvesen, nagyatádról elbeszélgettünk mindenről. De nem volt negatív. De negatív volt borzasztóan szerintem. Engem idegesített, és most föl fogom hívni, mert van külön nyereménye. Na, hát akkor beszélgessen. Hát, akkor beszélgessen vele egy de kicsit. Tényleg nem volt ilyen. Tehát, hogy miért lett ilyen ő adásban? Jó, mert gyerekek, naptárakat csinálnak a tüncinek éjjel-nappal. Nem erről van szó. Figyelj ide. Neo FM-et hallgatott, szerette a bumerángot, megszűnt a bumeráng, nincs Neo FM, sajnálja, viszont kell neki egy ajándékcsomag, és betelefonál egy olyan rádióba, amit kényszerűségből kell, hogy hallgasson, és kicsit elmondta, hogy ő egyébként régebben Neót vagy bumerángot hallgatott. De megszűnt, és most igazából nem szeretlek titeket, de azért az ajándékcsomag kell, betelefonál. De ha már komolyan fordítottad a szót, nincsen választásod, de van. Azt, hogy nem hallgat, vagy hallgat CD-t. Tehát, hogy én ezt soha nem értettem, hogy ki kényszerít rá valakit arra, hogy hallgasson egy olyan rádióműsort, meg olyan embereket, akiket egyébként nem kedvel. Nekem ebben az a fura, hogy én nem kedvelek egy rádióműsort, még az is lehet, hogy belehallgatok. De hogy be nem telefonálok játszani, ha egyébként kicsit dühös vagyok rájuk, azt nem küldenék, mert hogy egyébként az is pénzbe kerül, tehát hogy valaki akiket utálok. Én örültem igazon, hogy le kell valakin vezetni azt a feszültséget, amit a hiány okoz. Érted? Most azt gondolja, hogy te nyírtad ki a bumerángot. De kicsit nekünk ez a feladatunk, és nem is azt mondom, hogy ez a célunk, de hogy ez ezzel jár. Tehát, hogy azért mi rengeteg embert irritálunk is ugyanakkor, sőt, rengeteg ember úgy hallgat minket, hogy mi baromira irritáljuk őket. De hallgat. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Minket nem csak olyanok hallgatnak, akik szeretnek, vagy kedvelnek. Rengeteg ember húzza fel magát azon, amit mondtam tegnap reggel a te konnektorodról. Érted? Mintha nem tudnám, hogy hol van a konnektor, vagy amit mondasz te. Tehát, hogy ez benne van. Én örültem volna kap egy ajándékcsomagot. Na, hírezzünk, jó? Mert nagyon megcsúsztunk. 8 óra múlt pontosan 1 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 18 percet. Jó Isten, milyen késő van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Hello minden Morning Show hallgatónak. Én azon gondolkozom egyébként, hogy János reggel elmondta korán, hogy álmodott. Valami nagyon szürreálisat, hogy kaptál tőlem egy ajándékot, ugye egy utat Aradra. Látogatás és egy parkolóhely Amsterdamban. És egy parkolóhely Amsterdamban, az amsterdami reptéren. Tehát ahogy ez az egész reggel zajlik, ahogy amilyen dolgok itt velünk történnek, ami a hallgatóink van, az egésznek a hangulata kicsit olyan, hogy nem lehet, hogy mi most egy álom vagyunk az álomban, vagy tehát mi csak álmodjuk, hogy mi bejöttünk, és reggel a Jani elmondta, hogy álmodott, de most egy nagy, közös, kollektív álomban vagyunk, és még otthon fekszünk, és ez az egész nem ért véget. Jó, legyen ez egy álom, de péntek legyen, jó? Én örülnék, ha megszólalna az óra, felébrednék, be tudnék jönni, és általában a gyerekek olyan fura... Gyerekek, olyan rohadt fura álmom volt. Ott ültünk a rádióba, te azt álmodtad, hogy én adtam neked álmodban valami ajándékot. Volt fura hallgatónk, ott volt Pista bácsi, aki nem tudom, hogy Pista bácsi-e. Szerintem nem az. Egyébként, és ez egész fura. De most már olyan jó fent lenni. Tehát én ezt várom, hogy szólaljon meg az ébresztőre. Felébredünk, hétfő van, még a Danubiusban vagyunk, és valamiért Titus felhívott minket. Igen, még Danubi spiritus van. Menjünk fel rögtön. Mert valamit rosszul csináltunk, szerintem. Igen, szerintünk nyilván nem, de szerintem igen. Én ebbe is benne vagyok, csak valami legyen.
az ne legyen, hogy minden reggel erre a reggel ébredünk. Tehát azt viszont nem akarom. Tél lesz, nagyon hideg, soha el nem múló, ugye? Képzeld el, Bali, azt támogtam, hogy kaptam tőled egy... Igen, mit mond a mormota? Szóval, igen, hát ez egy érdekes reggel. Na, elpusztult a kamion az M5-ös Szeged felé tartó 38-as kilométerénél, már mentig írja Ede, és mérnek a rendőrök az M5-ös kivezetőn, szolgálati kocsiból vigyázom mindenki. Schofield. Schofield, egy ismerős zenél. Milyen szökésben volt. Láttátok? Jó sorozat volt az is. Trafipax az M5 kivezetőjén, ezt már mondtam, igen. És az M7-es 142-es kilométerénél csak úgy, mint minden reggel most is fotóznak. A Nagykörösi úton kifelé szintén. Ha én leszek a naphallgatói, esküszöm, normális leszek veletek. Persze, csak ha nem néztek egyszerűnek, mint az előző játék, a smiley jel. Ha már csak a jó filmekre, ha hívjátok fel a figyelmet, akkor is maradok. Baromi jó a following, írja valaki. Gyerekek, veletek vagyunk, szűrási ez a reggel, valóban nekünk is, Pista bácsi, Gyula bácsi, fura hallgató, de tartsatok ki, imádunk benneteket, Anci Sopronból. Utálnak Balázsok. Egy újabb őszinte. Igen, akkor a reggelt azt hallani kellett volna. Még mindig kamura tesszük egyébként, ugye? Kamu. Szerintem én kamura. Kamu. Nagyon kedves, nagyon aranyos vérprofint tolta, de... Igen. Jani, az amszterdami parkolóját átveszem tőled féláron. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, oda nem tudok velem mit kezdeni. De ingyen volt annak, mi a fele? Most ki? Nem, így megállt. Pista bácsi már értekezletedül. Ja, hogy gyanús? Nem beszél fel. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Aja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 j
Pista bácsit hívtuk, a reggeli játékosunkat, aki 86 évesnek mondta magát, szerintünk csak 30. Megvezetett mindenkit. Anna benyalt, ami benyaltuk, mindenki benyalt, aztán kezdett gyanús lenni. Felhívtuk még egyszer, akkor még Pista bácsi volt, de most már nem elérhető. Bobby még zuhanyzik, nem? Írja valaki. Igen. Mindjárt kijön, és az egészet csak álmodta. Tényleg, jelenjen már meg egy Patrick Duffy. És mondja azt, hogy ez egész csak álom volt. Na. Melyik időszakotokban mennétek vissza egyébként? Ha most ezt az egészet csak álmodtuk volna. Amikor rengeteget maszturbáltam. Igen? De ez már elmúlt. Miért mennék vissza tegnapra? Mit csinál el a tegnapban, ha később megy vissza felvetés? A kamaszkoromban, amikor még mindent lehetett. Melyik időszakban mennék vissza szívesen? Gimnázium. Tehát nekem olyan 4 év felhőtlen kacagás, fájt a hasam a nevetéstől, minden nap úgy mentünk, az egyértelmű gimnázium. Atya, mennyire szarul. Ott annyit nevettem, fájt a hasam minden nap a nevetéstől. Hát a mikroszkópon nem nevettek annyit, hallod, a saskabarén. Nem tudtak olyat mondani, amin nem nevettem volna. Komolyan ez volt. Kiléptem délután 2-kor, és minden nap fájtalsam. Minden nap fájtalsam. El tudod képzelni, hogy angol órán fejen állok a padon? Ez volt 4-be. Tehát, hogy azt mondtam, hogy rohadt unalmasan tartja az angolt, nem szórakoztató, nem jó angol tanár, és tüntetőleg elkezdtem fejen állni, és 10 percig álltam fejen a padon 4. De olyan nem volt, hogy valakinek ledobtatok egy banánhéjt, és elcsúszott rajta? Mert azért én biztos, hogy lukat nevettem volna a hasamba. Te ott szét lettél volna szivatva. A kicsiket megfogtuk, kilógattuk úgy az ablakon, hogy az alattunk lévő emeletnél csak a cipőjüket látták, mert lógtak ki az ablakon. Kimentünk hógolyozni, és behoztuk a havat a folyosóra, amint szomnyaktörés szenvedett a történelem tanár. Tehát, hogy na azért... most kezdjük. Ez már érdekel. Betörtünk kabinokba, és kicseréltük a matek dolgozatot, úgyhogy lemásoltuk a kulcsot a portán, és figyeltük, amíg ebédel. Közben kijött a rajztanár a kabin mellett található kis rajzterméből, mire fogta az osztálytársa, megfogta, felemelte a 40 kilós talent, visszarakta a rajzterem, és rázárt az ajtót, és azt mondta, hogy ott tetszik maradni. Meg kettenben voltak a matek talán a kabinjába, hogy kicseréljük a dolgozatokat. Nem rúgtak ki? Nem. A portás adatta a kulcsot, hogy szeretnénk ezt a kulcsot lefénymásolni. Persze, 22-es kabin kulcs, az volt a matek talának a kis, ilyen kis kabinja, ahova vissza tudott vonulni. Megírtuk a dogát, kicserélt, persze, imádtam. Hát ott nagyon nagy kalandok voltak. 10 perces fejenállás közben a tanár tanított tartotta tovább az angol órát, és én így tüntettem. Mint Gandhi, csak ő éjségsztrájkolt, érted? Igen. Én fejenálltam. Na, mert te melyik korba? Katonaság, vagy hova? Nem, a középiskola. Na, hát sőt. Ugye, hogy neked is a középiskola? Hát sőt, csak a tudományok miatt. Nem, szerintem még korábbra, az általános iskolai időszak. Az is nagyon jó volt, azt is imádtam.
a WC-ben megnézett ők meg, mi? Akkor még nem volt ők volt ilyesmi. De, nálunk már volt. Hát volt, csak hozzánk nem jutott el. Ja, mondjuk igen, hát nálatok forradalom. Nem, akkor kénytelen volt. Nem, nálunk az állattenyésztők havilapja jött. Ti az általánosban utcán voltatok 56-ban, úgyhogy abszolút. Nem. Általánosban kénytelen voltunk, nekünk nem voltak ilyen újságjaink. Ráfanyolottunk a húsvérmufra. Nincs oda húsmér múf 2, hát az nekem bőven megvan. Na, akarok három mondatot beszélni ezekről a rendőrökről, akik tegnap szenzációs dolgot próbáltak végrehajtani, aztán vicc tárgyai lettek, és ha ezt egy autós csinálja, akkor kiröhögöd. De ha rendőr csinálja, akkor elgondolkozol azon, hogy miért csinál ilyet egy rendőr. Ugye arról van szó, hogy ők meg akarták előzni a Mester utcánál a 4-es-6-os villamost, kielőzött a hülye, ugye szegény, de hogy közben jött a másik villamos szembe. És nem zárkózott vissza a villamos mögé, mondta, hogy akkor nem előzök. Azt hitte, hogy befér a két villamos közé. Nem, azt hitte, hogy megkerüli majd a villamos. Vagy megkerüli majd a villamos. Vagy a villamos, tényleg a villamos eltér, vagy kitér, vagy mint a vitorlásoknál jobbra tarts van. És megpróbálta gyorsan leelőzni a villamost, és visszatérni ugye az ő oldalára. De jött szembe a villamos, nem fért be, és a két villamos találkozott úgy, hogy szendvicsbe rakta a rendőr. Menj már le, villamos, nem troli. Igen, kerülj már, rendőr vagyok, villogok. Nem villogott, elindult, a két villamos a szendvicsbe rakta. Kiszálltak az emberek, állítok, anyáztak, káromkodtak, kiröhögték őket. Fotózták. Nekem volt egy ismerősöm, aki ott volt a villamosom. Ha van ilyen hallgatónk, akkor írjon már SMS-t, csak akkor fölhívjuk. Nekem meg volt egy ismerősöm az egyik rendőrautóban. De hogy tényleg? És állítólag iszonyatos káromkodás, brutál dugót okoztak, tehát így hihetetlen, és hát nem szerették őket, tehát finom lincs hangulat a villamoson. Ők most fenn vannak jelenleg, az akikre büszkék vagyunk táblán, az ORFK-ban. Hát szerintem a hónap dolgozói, nem? Hogy azért ez egy rendőrtől nem az igazi, nem? Hát szóval megcsinálja egy zsigulis, vagy egy X6-os BMW, vagy egy ML Jeep, vagy bármi, azt mondod, igen, hát ő ilyen. Vagy hát sokszor mondjuk ilyen. Átvegy, mert azban van teljesítmény, nem tudom, figyeltétek, hogy milyen autóval voltak. Mi, Astra volt? Hát igen, egy 1-2-es szerintem, és ugye tegnap előtt még egy 1-4-essel hajtottak, azzal meg lehetett volna csinálni az előzést, most az 1-2-essel már nem tudta megcsinálni. Használták egyébként a megkülönböztető jelzést? Azt tudjuk, van valami. Bocsánat, csak még így lefénymásoltam a kulcsot. Ez tényleg egy reggel szüre, reggel álmodom még mindig. A kulcsot nem lehet fénymásolni. Igen, mondjad, bocsánat. Hát lehet, csak nem fog működni. Igen. Picit flexibilis marad. Legyen vége ennek a reggelnek, mert nagyon szürális. Mondjad. Hogy használtak meg különböztető jelzést? Azt tudjuk. Ez egy jó kérdés. Mert hogy akkor nem is mehetett volna szegény a villamos sínen, ugye a 4-es. Szirénázva előztek. Szirénázva előztek, akkor így már jó. Igen. Szóval nem használt. Ők ilyen Miami Vice-osok, nem? Igen, kicsit. Kicsit Don Johnson. Mr. Don Johnson, nem? Kicsit Starsky és Hutchot toltak. Vagy ahogy apám mondta, Starsky és Huck. Milyen lehetett az a pillanat, amikor felismerte azt, hogy nem fér be? Akkor mi van? Lehet, hogy még mindig nem ismerte fel. És még mindig azon gondolkozik, hogy mi történt. Te amikor így odaszól, mi volt az utolsó mondat? Átféred, de. Nem fér. Basszony. Kapaszkodj, Béla! De mi volt az utolsó mondat? Mi volt az utolsó pillanat? Amikor már realizált, hogy itt nem megy át, mert jön a villamos, nem akar kitérni, nem tud lassítani. Nem fékez senki kedvéért. Józsi, ez meg lesz? Te volt ilyen? Hát biztos volt. Józsi! Megcsináljuk! Megcsináljuk! Átférünk! Nem! Mit kérdezett a másik utolsó mondatként? Ez elég nagy ez a rés? Biztos, hogy beférünk, Józsi? A jegyzőkönyvet te írod meg, gecó. Ebből rohadt nagy balhé lesz, gecóm. Te mondtad, hogy átmegy. Milyen hülye, mit Fárer vagy te, Béla? Ugye? Szóval, hogy... Szállj, te téged fotózzanak. Cseréljünk már helyette, hát én mégiscsak inkább te vezettél. Vagy volt ilyen, Józsi jobbra, jó? Volt ilyen, hogy kinézett, tudod, és az jobb bögdöst a másikat? Jobbra jó lesz? Á, már mindig, paf! És vége, vagy ez hogy zajlik ilyenkor, tényleg? Azért ott zajlott egy kommunikáció közben, volt ideig felkészülni. Biztos, hogy volt. Ugye balra nem tud kitérni, hiszen ott jön a szembeforgalom a villamossal, egy jobbra nem tud, mert ott a villamos csak fékezni tudott volna, és akkor be tud sorolni a megelőzendő villamos mögé. Tehát sok választás ott már nincs. Amikor ilyen helyzet van, akkor van olyan, hogy becsukod a szemet, tudod, hogy biztos, hogy megmondja két őrszem. Hát, ha kocsiszon, az kanyarodik. Igen. Vagy az, hogy nézd már villamos. Igen. Még mindig előz az gázt. Igen. Simán befér. Ez szenzációs. De azért utána rendőrként kiszállni.
Nem. Nincs is semmi látni, van, dehogy. Menjenek innen. Nem hámészkodjanak, menjenek tovább. Mivel? Nincs más dolguk. Mivel? Menjenek innen, oszoljanak. Nincs is semmi látni való. Akkor menjenek Budára. A másik irány. Jó, kicsit szigorúak vagyunk, hát egyszer elnézték. Hát, persze, belefér ez. Van ilyen, nem? Okay. És akkor még ott a végső mencsvár, hogy kiszállsz, és legalább abban bízol, hogy ahol a két villamos összetört, ott van két megálló, hogy legalább leföl tudnak szállni addig az utasok, nem? Hmm. És aztán realizálod, hogy már ráadásul nem is megállóban történt. Hát van ilyen egyébként, szerintem mindenki életében kicsit utána persze, járunk. Persze, hát ez a hajóvonták találkozásának egy tipikus eset. Nem, arra gondolok, hogy amikor megpróbáltál nagyon vagánykodni mondjuk, amikor tényleg gimis voltál, vagy felnőtt korban, vagy most a munkahelyeden, vagy tegnap, valamit nagyon elterveztél, egy menő bevonulást, vagy a munkahelyen valami nagyon-nagyon komoly autóval megérkezést, vagy bármilyet, amikor az ember vagánykodni próbál. Ilyen helyzet van, nem? Mikor kicsit menőzöl. Kicsit próbálsz lazább lenni, és nem úgy sül el, ahogy szeretnéd, nem? Ez megtörténik. Tegnap kint voltam az Omékon, vettem egy jó kávét, mondom, megy a fellépő a színpadon, nincs dolgom, körbe megyek. Hát ott vannak ott ismerősök, jó kis kaják, összeszedem, hozom be nektek, kávé a kézben, és a padlóborítás egyik helyen megemelkedett egy 3 centire. De akkor hát még nem estél. Akkor hát még nem estél. Úgy, hogy a kávé ki a szőnyegpadlóra, amit ott előtte valami kis hostess lány felvégzett, és mondtam, hogy köszi, bocs, hello, én vagyok, szevasztok, takarítást fizetem. Jaj, aszkarizni nem akartam vele, de ez a klasszik, amikor mész, nézel, pap, és tudod, hogy mindenki téged. Persze. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy nem szabad gyorsan fölállni. Tehát feküdni. Én nekem ne szent meggyőződésem, hogyha elesel sok ember előtt, ott még legalább egy 20 másodpercet feküdni kell. Mert az a legnyomorultabb, ha úgy próbálsz felállni, mintha nem történt volna senki, és senki ne vegye észre, hogy elestél. Feküdj le. Tölj hátra kicsit. Mondják, hogy nyugalom, a nevem veszélyes, mindig így fekszem le. Ne próbálják utánam csinálni. Ott úgy kell maradni. Tehát ott azonnal fölállsz, riadtan körbenézel, sokkal rosszabb. Feküdj le, tedd a fejed mögé, vagy a kezedet, és feküdj még 10 másodpercet. Vagy neves fel természetesen. Látták? Meg itt! Milyen mulatságos voltam! Na, menjünk innen. Szerintem ez így. Igen, csak így lehet. Csak így tudod nyomni. És még egyszer! Vagy tényleg fölállsz és műelesel még egyszer. Igen. Nézzék. Mutatom. Igen, ezt így kell csinálni. Na, várunk SMS-eket, jó? Hogy kinek, hogyan és miképpen sült el az, amikor egy picit menőzni próbált, de a dologból nem az lett, amit eltervezett. SMS számunk 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:09 múlt 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és ugye arról a tegnap történt esetről beszélgetünk itt a hírek előtt, amikor is ugye két villamos szendvicsbe rakott egy rendőrautót. Ugye viccesre vettük kicsit a dolgot, arról beszéltünk, mi lehetett a rendőrök utolsó mondata, amikor látták, hogy hát itt már igazából nincs is egy átmenni. Állítólag írnak szemtanúk, hogy használt villogót, sőt, mi több az, akit az egyik villamos állt, és ő azért előzte meg ugye a másikat, csak közben a villamos elindult. Mert tudta, hogy meg tudja csinálni. Igen. Szóval, hogy itt a villamosvezetők is jócskán benne lehetnek ebben, hiszen ha villogóval megy, akkor ugyanúgy elsőbsége van, és akkor a villamos viszont rossz, hogy elindult. Ugye? Uh-huh. Mert az egyik állítólag állt, látta, hogy jön a rendőr, nem törődött vele, elindult. Úgyhogy, de be kicsit mindenki benne van, de erről így ebben a formában nincs hír. Tehát mi csak a fényképet láttuk, és erről ugye fantáziálgattuk, hogy mi lehetett az utolsó mondat. Nagyon szellemesek jönnek, tényleg. Tehát az egyik rendőr odaszól a másiknak, hogy te Béla, ilyen gyorsan még soha nem értünk ki a helyszínre. Ez a legjobb. Ez is tényleg jó. Tehát ez szenzációs, hogy jönnek, húzd fel az órát. Igen, nagyon, ezen a sárga még átérünk. Menj nyugodtan, biztos nincs rendőr. Ugye, mint utolsó maradok, biztos ezt mondta, igen. Még sárga. Még sárga, igen. Nagy gázzal, örtöki bátorsággal beférünk, tűzcsúcsú. Igen, klasszikus. Húzd fel az órát, ahogy mondtam, igen. Na, szóval ezek lehetek az utolsó mondatok, és közben arra beszélgetünk, hogy milyen ciki tud az lenni, amikor ugye az ember menőzni próbál, de nem úgy sül el a dolog, ahogy azt szeretné, vagy nem az lesz belőle, mint hogy eltervezte. Egy nagy antré, amikor te elhatározod, hogy megérkezel egy társaságba, vagy megérkezel egy randira, vagy megpróbálod valahogy kicsit feldobni a leült hangulatot, és próbálsz valami vicceset csinálni. Ami aztán inkább nyomorult lesz, vagy ciki. Ugye? Kellemetlen a végén.
Ezt nem értem, a barátom be akarta bizonyítani, hogy erős a farizma a pesgőfürdőben. Hát nem volt erős, hogy... Oda hűsz, ahol nagyon nyomja ki a levegőt, tudod? Jó, imádom. És hogy tartod-e? Igen. Azt mondja, hogy búcsú célba dob. Haverok, nézők, hagyjátok majd én, mert én kézilabdázom. Neki fut, dob, telibe a tulaj arcát, eldőlt. Eldőlt, nem kaptam semmit. Én az iskolában jártam úgy, hogy becsengetés után vagányon berúgom a terem ajtót, és belépek, mint valami veszternő, csak az volt a baj, hogy az osztályfőnök be akarta zárni kilincsre, így betörtem az orrát. Nem jól sült el. Barkasszal akartam havon kézifékes fordulást csinálni, csak nem tudtam, hogy nem a hátsó, hanem az első kereket blokkolja. Bele is rohantam az álló autóba. Volt égés, írja egy hallgató. VV Ágica 30 percig magyarázta, milyen jó sofőr, majd neki ment a 4 méter széles kapunak utána. Sírtunk a röhögéstől, írja Morgan. Párommal táncoltunk egy bálban, azt hittem, hogy megfog, mikor hátradőltem, de nem így lett. Hatalmasat estünk, percekig fetrengtünk a földön. Állítólag mindenki minket nézette, nekünk ez fel sem tűnt, azóta is emlegetjük. Mad Max köröket csináltam a kamionnal, de nem adta ki, és kiütöttem a villanykarót. Nem adta ki. Nagyon nagy duma. Nem adta ki. A kutyafáját nem adta ki. Kiütöttem a villanykarót. Egy üveg vodka után megérkezni egy eseményre. Megjött a celeb felkiáltással, azzal a mozdulattal legurulni a lépcsőn. Azt hittem, tudok egy kézzel biciklizni, hát nem, írja Laura. Igen, ez a biciklizés, menőzés, ezen mindenki elmesik, nem? Hát ez benne van. Igen. Motoron integettem egy csajnak hátrafelé, de előttem befékezett egy kis teherautó. Csúnya, perec lett. Szerencsére horzsolásokkal megúsztam, de lelkem fáj. 15 évvel ezelőtt Trabantommal haver előtt kézifékes fordulás, kerék megakadt, Trabin borult oldalra. Megakadt a patkába, Béla papa az Ivekos írja. Legtöbben egyébként, ahogy látom, autóval járnak. Autó és a bringa. Igen. Ez a kettő menő. Én egyszer egy forgalmas bevásárló központnál próbáltam lerövidíteni. Át akartam mászni az út másik oldalára egy elválasztó korlát alatt, de beakadt a lábam, és kiestem az út szélére, szétgurultak a kiflik. És amit vásároltam, a túloldalon várt a férjem, kocsiba. Rémcikki volt mindenkinek, így a Brigi. Igen, talán az esés a legnyomorultabb, nem? Igen. Tehát akkor vagy a legkiszolgáltatottabb. Na mi legyen? Megnézzük, hogy ki a játékos, vagy mit csináljunk? Már kicsit félek tőle. Szerintem folyamatosan hallgat minket, és a legkisebb jelre is rögtön tudja, hogy hívni fogjuk, és nem fogja fel. Már kire gondolsz? Pista bácsi. Ja, azt hittem, még mindig Pista bácsi. Nem, most a hármas ugrás játékra. Hát ugye indítottuk egy Pista bácsival a Fekete-fehér igenben. Az nem volt erős, utána jött egy másik játékosunk. Igen, én már picit félek. Szintén érdekes volt. Most jó, Anna? Arra gyanakodtunk, hogy ilyen álom, az álomban vagyunk, nem? Aha. Hát ahogy a mai formákat nézem, szerintem fel fogja venni a játékos, és azt fogja mondani, hogy szevasztok, én vagyok az egyik rendőr a tegnap. Imádnám, hát nem lenne jó, meg tudnám szólaltatni. Na megnézzük, ki a mai játékos. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Nagyon jó. Sziasztok, lölkeim, Laci bácsi vagyok. Ne, hagyjatok, tényleg. Lölkeim. Hello. Laci vagyok. Hello, Laci. Mire tippesz, kamu volt az első hallgató, szerinted is? Megmondom őszintén, árult pakottam, és a magát az egész beszélgetést nem hallottam, csak amikor már másodszorra visszahívtátok. Ja. De szerintem kamu az öreg. Kamu. Ugye, hogy túl, túl gyorsan tisztán beszélt aztán. Hát igen, ilyenkor már nem szoktak ilyen gyorsan beszélni. Újra felhívtuk, akkor már nem vette föl. Igen. Azt már hallottam, igen. Nem mondtad a nevedet már, hogy nem is kérdeztem. Laci, ugye? Laci vagyok, Laci. Hello, Laci. A jubileumi ezredik SMS-ed? Hát ezt csak azért írtam, hogy az Annát meg tudjam fűzni egyébként, de sokadik. Yes. Szép. Anna benyalta, mert fölhívott. Sokszor írtál SMS-t hozzászólva a témához, vagy játékra jelentkezve? Hát általában játékra is jelentkezve, meg általában közlekedést szoktam, általában úton vagyok, amikor hallgathatsz ideget. Merre mész, vagy honnan hívsz? Na most éppen Szolnokra megyek, éppen itt félreálltam Szegnéd környékén, hogy tudjak veletek beszélni. Oké. Okay. Milyenek a kérdések, Jani? Van köztük nehéz. Az első. Nem. Szerintem... A harmadik bedurultál? Hát ez kész, ez véged van. Játékos. Picit nehezített. Nem gyenge, igen. Na megnézzük, jó? Figyelj. Jó. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik a legnagyobb címletű forgalomban lévő euróbankjegy?
talán az 500-as. Feltartom ezt. Mehetünk tovább? Jó, ez nem volt annyira. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alátétért, vagy nagyon szép kis Klassz FM-es Szatyorért. Melyik magyar énekesnő eredeti neve Penci Mária Ilona? Hú, ha jól emlékszem, akkor Dolly? Dolly. Nem rossz, sőt. Dolly. Oké, na mi legyen? Hát, mert fussunk neki. Fussunk neki. Csak belföldön fuvarozol? Igen, igen, igen. Akkor jó. Mi van ezzel az útdíjjal? Alakul? Vagy kezd jobb lenni? Vagy kicsit... Hát mi folyamatosan fizetjük, mi nem mertük ezt a GPS-t megvenni, mert általában azokkal túlszámlázások vannak. Inkább minden nap megveszük ezt a viszonylati jegyet, ahova éppen megyek. De úgy rendeződik a soronállás, hogy az egész kezd kicsit úgy... Ja, nem, semmi probléma, mert föltöltöttünk interneten pénzt erre a Hugóra, és akkor azon keresztül nekünk mondják le. Tehát ez már kezd flottul menni, vagy... Persze, mondomásra működik, igen. Az jó. Na, megnézzük akkor a harmadik kérdést, jó? Ja. Így szól, ja. Dedikált Bögrér. Melyik ország területén ömlik a Tisza a Dunába? Románia. Fenébe. Az. Na, hogy a fenébe? Szerbia. Titelnél. Szerbia. Hát ezt vigyáltam. Tisza a Dunába, igen. Jó. Nem baj. Hát bumboljunk. Hát kérdez. Persze, nézzük meg, hogy a szó. Amikor adott? Régen adott. Nagyon régen. Régen. Nagyon régen. Na, azt régen. Jövő héten fog talán. Ja, te már tudod előre is, hogy mikor fog? Nekem nem írja, hogy mikor akar adni. Na, bumozzunk egyet. Mennek az ajándékcsomagok. Próbáld el találni, jó? Tiki-taki, figyelj. Bum! Jaj, de szép! Hecske! Nagyon régen hallottam. Hecske bomba. Nézem. Nem, nálam nem. Nem billog. Zakár. Pedig szépen indult. Ez a rohadt szoftver. Nem, mostanában undok. Nem ad. Nem. Nálad, Jani? Semmi. Feri? Nem. Sehol nem billog. Vagy várj, nem. Ja, te! Laci, nem billog, ne haragudj, nem. Nem, nem baj, így jártam. Legalább játszottunk egy jó. Így van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Ciao, sziasztok. Hello. Szia. Már nem. Már értsen? Ja, de. Nem. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Átmentünk szoftveres bumos vezérlésre, tudod? Bum, vezérlünk, igen. Szerintem igen. Na, és akkor képzeld el, Feri, azt történt. Mi volt? Hogy volt az? Annyi hagymát raktam rá, semmi más nem érződött rajta, az íze pedig volt rajta, krumpli, szalonna, sajt. Igen? De az a sok hagyma, az annyira rányomta a bélyegét az egészre, hogy mondtam is magamba. Hogy? Szóval mond... De a hagyma? Mondtam is, hogy hát ez a hagymás rostélyos, ez való... Nem, hát nem, ez van. Nem. Pista bácsi nem veszi fel, gyanús, kamuzott. Biztos, hogy kamuzott. Nem, már nem veszi fel. A hívott szám. Nem, Pista bácsit hívtuk megint, hogy hát ha le tudjuk buktatni, vagy hát ha... Gyönyörűen tereltél, Ján. Igen, nem volt feltűnő, hogy terelt. Igen. De már valószínű, beért a munkahelyre, és ott már nem tud Pista bácsi lenni. Nem? Tehát erről van szó. Na jó, 4 perc van, pontosan 9 óra jövünk a Peti hetessel a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk egy nagy közös kollektív álomban, és kaptunk most egy szomorú hírt. Pista bácsi rádióhallgatás közben 86 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét sosem feledjük, nyereményét bízzátok csak rám. Egy gyászoló hallgató. Azt hittem, egy gyászoló rokon. Igen, hát ma kicsit olyan az adás, hogy aki később csatlakozik be, sajnos nem nagyon tudja, hogy miről van szó. Ma leginkább adásunkat azok élvezik, akik a 6 óra óta minket hallgatnak. Tehát ez ma egy ilyen 4 órán keresztül átívelő, egy nagy Pista bácsi történet. De a később csatlakozóknak talán ez kevésbé izgalmas, de mindig mondjuk, hogy miért Pista bácsizunk ennyit. Ugye korán reggel belefutottunk egy 86 éves játékosba, aki szerintünk nem 86 éves, hanem átvágott minket. Ő azt mondja, hogy igen, nem tudtuk megfogni, és nem tudjuk egyértelműen, hogy átvágott vagy nem. A hanghordozás néha olyan, néha nem. Néha öreges, néha kamu. Néha nagyon helyes idős bácsi, néha nagyon nagy vetítés van benne, legalábbis úgy tűnik. Többször fölhívtuk, spontán rácsörögtünk, hát a fölveszi, hogy tessék, nem tudom, Tóth Gábor.
De Pista bácsiként vette föl, aztán már nem vette föl a telefont. Reggel 3-4-7 óta az akkor minket hallgatóinkkal együtt ezt találgatjuk, hogy ki volt ő, ugye? Igen, hát több jelből is arra következtettünk, hogy kamu lehetett a dolog. Az egyik kedves hallgatónk Bossz írta, hogy Vas megyében nem zárt őzős a tájszólás, hanem az ellenkezője nyílt, ázós. Hát ezt az őzős megbeszéltünk, igen, korán reggel, hát nincs lelkem őzős. A ugye inkább úgy mondanak, hogy lálkem. Lálkem, így van, lálkem. Ő pedig úgy mondta nekünk, hogy lölköm. Igen, 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 igen. Tehát voltak gyanús jelek, de néha meg teljesen meggyőző volt, meg hihető, ahogy alakította. De megmutatjuk majd a nap legjobb pillanataiban még egyszer. M3-ason a Káli lehajtónál a felüljáróról mérik a Nyíregyházi felé haladókat. Üdvöl, Andris! És az M7-es 142-es kilométerénél van a fotózás. Ez már szinte olyan, mint Csornánál a Fehér Szeát, vagy a Babakék Transporter. M5 Szeged felé 44-es kilométernél szintén trafi, és az M1-esen Ácsnál mérnek az alvó rendőrök, halkan vezesse mindenki. Üdv Viktor, a Dukátos. Nyíregyháza Tokaji út káosz, kerülés Nagy Cserkesz felé, írja Béla bácsi, valamint az M5-ös kivezetőn szolgálati kocsiból szintén mérnek, vigyázzon mindenki. Ez a Nagykörösi úton van egyébként kifelé. Ezt Fecó üzente nekünk. Na, igen, kapom az SMS-eket, nincs elfelejtve, a chemtrail. Tudom, hogy ti is mindig azt rám néztek. Azt már akartam mondani. Ugye, Jani, hogy igen, beszéltük reggel a kávén, hát ez a chemtrail már. Igen, látom, János is, hogy kerülget, hogy megkérdezze, ne kérdezze, hogy kavargatja a táját, te is, hogy jössz, mész. Hozzá, de figyelni fogom egyébként az SMS falat, és törölni fogom az összes SMS-t. Nagyon szemét, ne töröld a chemtrail SMS-eket. Akarok róla beszélni, még információkat gyűjtök, hogy ez a dolog hiteles legyen, de lesz a chemtrailről szó a jövő héten, ezt megígértem. Olyannyira, hogy a vágó írt, Pista, légy szíves, ne Pista bácsizd le, jó? Mert nem akarom, hogy megint engem utáljon. Ja, jó, de hogy fogom? Hogy hallotta, vagy hallgatott minket, és tudja, hogy akarok a chemtrailről beszélni. És elküldte, hogy jól érveljek az ő szkeptikus visorát. Nagyon kedves egyébként. Tehát magyarul nem hit benned. Rohadtul nem hisz bennem. Ő azt mondta, hogy várjam meg, amíg visszajön külföldről, hogy újra fel tudja magát idegesíteni, mert akkor betelefonál adás. Most itt e-mailezek vele, hogy mikor jössz, kérdezem. És mondja, hogy hát megint elutaztam. Mondom, hogy megint elutaztam, ne csináld. Ráír. Most éppen elutaz, nem mondom, hogy hova, mert nem biztos, hogy akarja, hogy tudják, hogy hol van. És mondta, hogy októberben jön vissza. Aha. Akkor addig várja meg, hogy mert fel akarja magát idegesíteni a hallottakon. Tehát megzabálom őt az érveimmel. És így nagyon szépen kidolgozott érvrendszert küldött, tehát? Vagy tudod tételesen? Ő azt próbálja bebizonyítani, hogy például, hogy a chemtrail az, amikor ilyen vegyi permetezés van állítólag. Ugye? Hát ebben most vagy hiszünk, vagy nem, hogy különböző NATO tagországokban engedik azt, hogy berepüljenek ilyen fura kondenscsikot húzó repülők, és valamilyen megpróbálják az időjárás kicsit befolyásolni, valamit kidobnak a levegőbe. Az, hogy az emberiséget akarják ezzel kiírtani, az nyilván túlzás, de megpróbálják az időjárás befolyásolni, közben viszont ugye hát szennyeznek ezzel minket. És akkor kimutatták Greenpeace-esek, hogy eddig olyan helyeken is van alumínium, ahol eddig nem volt. És akkor a vágó azt mondja, hogy például az alumínium az sok helyen előfordul, miért gondoljuk azt, hogy az egyik leggyakoribb elem az pont a kis szórásból jön, miért te bukkahatna elő magától. Tehát, hogy ő nem érdekesen próbálja ezt cáfolni. Amikor kilátott már ilyen repülőt, amiből ezt szórták. És az internet meg tele van ilyen felvételekkel, ahol ezek egészen közelről mutatják ezeket a repülőket. De azt is előveszi, nem ezt a felvételt, azt is száfolja. A kondens csíkokat elemzi, igen, tehát érdekes. Hát hívjuk be doktor Vágót és menjetek egymásnak. Az a októberben jön vissza. Mondjuk addig én sem bírom ki a chemtrail. Azt gondolom, Jani. Hogy... Hát igen. És akkor most hol van egyébként? Ja, nem árulhatod el, hogy megint... Nekem írta személyesen egy e-mailbe, azt nem akarom elmondani. Ment tüntetni az 51-es körzetbe. Ott kamusog! Kamusog! Áll a Nevada és hivatag közepén, igen. Szkeptikusok! Húj, haj, ha! Én nekem nagyon sok vitám volt vele, meg mi nagyon sokat vitatkoztunk a pókerarc felvételek közben ilyenekről, UFO-król, a földön kívüliekről, a Bibliáról. A közös öltözőről. A közös öltözőről, igen. Hogy a műsorvezetésről. A WC-kefe használatról, amire nem tudott megtanítani, pedig nagyon akart. Mégiscsak te voltál a tegnap. Igen, a tegnap is én voltam, de nekünk sok vitánk volt. Figyelj, meggyőzhető a bácsi. Nem én mondtam. Akartam. Vágó úr, nem én voltam. Most miért kell engem utánozni, János, hogy az én hangomon ilyeneket mondani, nem érte. Nem, tehát hajlik rá, csak nagyon sok, olyan, mint ti.
nem, talán még nálatok is szkeptikusabb. Tehát nagyon sok bizonyíték kell, egyértelmű konkrét bizonyíték. Tehát ha őt, ha oda viszed egy gépre, felülteted arra a gépre, ami permetez, végignézi, hogy mit permetez le, leszáll a gépről, ami már permetezető, szabad szemmel, hát még akkor is kérdezne kettőt, hogy igen, de. Aha. Tehát, hogy őt azért elég nehéz meggyőzni arról, mert nem akar hinni. Azt akarod mondani, hogy hajlik rá, de nem lelkes? Ezt inkább a Méta utcán álló lányokra mondanám. Akik 3000 komplettért hajlanak rá, de nem lelkesek. Szóval, na mindegy. Egy a lényeg. Lesz szó a Chemtrailről, jó? Tudom, hogy... Nagyon várom már. Azt gondolom, azt gondolom. De most komolyan. Szívesen csinálok magam a hülyét adásba, előttetek persze. Mi csak próbáljuk megtalálni a magyarázatot. Jó, de nem baj, hát ti vagytok a szkeptikusság ebben. Láttatok már ilyen csíkot? Nézzétek már föl az égre? Kondens láttatok? Csíkot láttunk már. De nem olyan, nem tipikus kondens csík, ami mondjuk a repülő után. De mivel még nem beszéltél a chemtrailről, ezért nem tudjuk, hogy mi a különbség a tipikus kondens csík és a chemtrail kondens csík között. Érted? A hosszúsága. Hosszabb. Aha. Hosszabb és vastagabb. Tudod mi? Olyan, mint a cerkát fel. Hosszú és vastag. De az azon múlik, már nem a cerka, hogy hogy süti meg a nap. Meg a viszonyítási alap. Meg a nap, igen. Micsoda, hogy meg a viszonyítási alap, ugye, hogy mihez képes. Hát igen. Na jó. Ez most még csak árnyjáték lenne, ha most egy itt rávetődtök erre. A minimális érvelésem, vagy érveléseim, de majd jövök, és akkor mondom. Oké, Peti hetes. Hez érkeztünk, és... igen. Akkor legyen így. Még mindig az álom az álomban van. Mindjárt megszólal az óra, és fölébredek, és vége a ma reggelnek. Nem lehet, hogy ebben a pillanatban teremtett minket valaki az összes emlékünkkel együtt? Hát... Mi van, ha azt gondoljuk, hogy vannak emlékeink, és közben ebben a pillanatban valaki idejött, és most leültetett minket ide, és megteremtett az összes emlékünkkel együtt? Hm. És mostantól indul a mi életünk, csak azt gondoljuk, hogy már élünk. De akkor és az összes emlékünk ebben a pillanatban teremtődött. De most mennyire igazságtalan már az, nem? Hogyha most mindannyian tiszta lappal indultok, akkor miért te lettél a menő? Mert én vagyok a te emlékedben, és te vagy az én emlékedben. Csak a te emlékedben vagyok menő, illetve az én emlékemben vagy te a nem menő. De hogy nem voltunk menők, mert ebben a pillanatban teremtettünk a Peti hetes előtt az összes emlékünkkel együtt. Igen, de én is úgy emlékszem, hogy te vagy a menő, és nem olyan, akkor mi van? Érted? De akkor miért nem ő lett a menő, ha most teremtődött? Ezt nem tudom. Miről énekel a Peti? Győzike azt nyilatkozta, hogy visszavonul a közszerepléstől. Műsorokban szerepel, a Bulvár minden nap ír róla, de ennek ellenére ő szeretne visszavonulni a közszerepléstől. Bea pedig vetközik a Playboynak. Ő már vetközött egyszer, én úgy emlékszem. Igen, és nem is nézett nem is ki rosszul. Vetközött. Mik ez egy Győzike visszavonul a közszereplésre, ez olyan, mintha Kassa nyilatkozta volna, mert ő is ilyeneket tolmostanában, nem? Hogy már nem bírja. Nem bírja a sok volt, és gondolkozik a visszavonulás. Hát annyi időn keresztül a csúcson lenni, azért az egy idő után már kikezdi az embernek a képességét. Megérte, 3 műsor után én is kiégnék. Egyébként, hát abszolút megértem. Hát róla tőle is ezt olvastam, hogy már, majd már nem sokára visszavonul. Hát volt egy felfutó rész, volt a csúcson, és meg tényleg levezető, de meg is van a 3, nem? Igen. Kb. Ott vagyunk. Szóval mi, ahogy beavetkozik a Playboynak? De miért kell minket bántani? Hát nézd, most megveszed, vagy nem. Az igaz. Nekem az első, az tetszett. Igen. Igen. De tényleg ő volt már egyszer. Hát egész jól megcsinálták. Én inkább ővet közlem, mint a Győzike. A Győzike is szokott, csak hát nem a Playboy. Egyébként azt gondolom, hogy a Pantlit bevállalós lenne, akkor Győzike vetközne a Playboyban. Nem? Hogy kapkodnál? Ha Peti újítana egy kicsit, és merne bevállalós lenni, akkor azt mondanánk, hogy októberi címlapunk Győzike. Igen. Brutál jól megcsinálva. Iszonyatosan jó nő. Nem, most mindenféle gyógyszereket is szed, ahogy ezt így hallottuk, olvastuk, így korábban beszéltük is róla felében, amíg nem voltál, hogy a személyi edzőjének milyen jól esetnek azok a gondolatok, amiket így felvet a Győzik, hogy azért nem megy neki mostanában az ágyban, mert hogy mindenféle gyógyszereket szed az edzés miatt. Érted? Az edzés miatt szed gyógyszereket? Igen. Azt mondja, bevallott, hogy kokszol. Hát tulajdonképpen, igen. Abrakos tarisznyából zabálja a nárobot? Nem, ő félreértette a használt utasítást, és feltolja magát. Na meghallgatjuk, mit énekel erről a hírről Peti. Ha de more, azt mondta, de eltűnsz végleg, sokan mondtak, hála az égnek, Győzike show, megint még egy, kellett, mint Titanicnak a jéghegy. Az újságírók a búrát bírják, ha köhögsz egyet, azt is megírják. Glorianzó, mint kártban a buxus, hogy meglegyen a napi luxus. Evelyn kiment a
Amerikába, és hiába szaladsz, követ az áfa, wellness itt, nyaralásod, kell a della, aztán pont, a bulvárral újra komázol, ha kell hisztizel, rovázol, meg lekerül a BA ruhája, eladó az asszony bulája. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a della illatát, megmutatom az asszony buláját neked, csak hadd legyek újra meg újra celeb. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a della illatát, megmutatom az asszony buláját neked, csak hadd legyek újra meg újra celeb. Peti! Finoman arra gondolt, hogy ez volt a deal, hogy újra... Bizony. Hogy beanyuszisban legyen, igen? Ugye mi nem szoktunk politikával foglalkozni, sokkal inkább közélettel. Politikával soha, viszont most van egy ilyen hírünk, de nem politikai vonatkozású a dolog. Gyurcsány Ferenc ugye szakácskönyvet ad ki karácsonyra. Hát ennyi, egy közszereplő. Hallott Ferenc mindenki, ad ki. Mert mindenki. Most már neked is ki kell adni, pont ha már ezért ő nem. Is kiad. Na pont ezért nem. Pont ezért nem? Igen. Tehát, na jó, de hát ilyenet elhiszem. Nem, most mindenki kiad, ezért szerintem becsatlakozzunk. Jó lesz az, majd meglátjuk. Nem, hát meg ugye Feri már ezzel a vonalon letette a voksát már jó néhányszor, hát csak a pénteki receptekre gondolok. Neked most kell tartanod egy velencei beszédet. Mondjuk... Feloszlunk a francba, mi? Mondjuk, ha én lennék a Gyurcsány könyv cím adója, akkor én azt írnám, hogy összöd vagy nem összöd, nem kapsz. Nagyon jó. Ez jó. És kicsit magam, saját magam hatása alá került rá, úgyhogy ez rohadt jó vagyok. Megsérültél? Miért kell mindig jónak lenni? Egy kicsit. Miért nem lehetek egyszer rossz? Mert van miért nem jövök cukor? Be úgy egyszer, hogy rossz vagyok? Nem? Összed vagy, nem összed, nem kapsz mást. Ez szakáskönyv címe. Ez nagyon jó. Na, meghallgatjuk, hogy Peti mit ír erről, bármint, hogy mit énekel, hogy képzeli el ezt a hírt. Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Itt állok Gyurcsány Ferenc mellett, aki a karácsonykor megjelenő szakácskönyvéhez készít a segítségemmel egy paccal pörköltet. Pártelnök úr, kezdhetjük? Álljunk meg, csináljuk meg. Az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni magam. Igen? Igen, látom, a paccal még egészben pucolatlanul hever a mosogatóban. Undorodva nézem. De azért nem hátrálunk meg. Én azt gondolom, hogy meg lehet csinálni. A hagymát, paprikát, paradicsomot is elő kéne készíteni. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni? És hogy csinálja, hogy a politikai teendők mellett a főzést mesterfokon műveli? Van bennem szenvedély. Rendben, akkor vázoljuk fel röviden a receptet a kedves hallgatóknak. Fogalmam sincsen, hogy melyik a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. Se baj, a lényeg, hogy a végeredmény jó legyen. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Azt látom, szerintem kellene még bele víz, mert odaég. Öntök is hozzá. Minek? Ne tegye! Jó van, na. Ó, ez fröcsög! Meg is égett a kezem, most mit tegyek? Megtanulni nem fölszisszelni minden pillanatban és menni előre. Hát könnyen mondja, nem a maga keze égett meg. Megkóstoltam, pártelnök úr, ez iszonyatosan sós. Hogy tudnánk javítani rajta? Nincsen sok választás. Nem tudok nektek B-verziót mondani. Talán főzhetnénk bele krumplit. Nem fogja tudni megcsinálni. Nincsen ennyi kapacitásunk. Hát, maga tudja. Akkor kóstolja meg ön is a végeredményt. Hű, a 700-át neki. Ugye? És vajon miért lett ilyen? Mert elkaptuk. Nem kicsit, nagyon. Mi ez a többes szám? Én figyelmeztettem, hogy sós, és ráadásul kozmás íze van. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Megint többes szám. És ezek után ajánlja a kedves hallgatóknak a receptjét. Persze, csináljátok meg! És mit üzen az étel elfogyasztásához? Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. Köszönjük szépen! Feti! Feri, most már neked kell jönni tényleg szakácskönyvvel. Jó, most már valami is kiadok egyet. Van olyan celeb kolléga, aki 1300-at eladott, tudod? Tehát, hogy 1300 ment el egy szakácskönyv. 1300, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a piacban most nem kellett. Nyugalom. Majd eljön az idő. Megértelek. Ugye? Egyébként megértelek. Én is úgy örülök, hogy az első könyvemben egyébként még 4 évvel ezelőtt jöttem ki, amikor még nem írt senki. Azóta ez akkora hullám lett, hogy most én se értem. Jó, de 4 évet tök jó volt, mert akkor még nem volt ez divat, hogy valaki mondjuk... Ha megírtál egyet az elején, akkor neked már, most ez rosszul hangzik, de neked van jogod, mert csináltál egyet, érted? De most beszállni ebbe a bizniszbe én nem szeretem. Na de várjál,
hát egyébként tökre megértem. Ha Celeb kollega 1300 darabot adott el belőle, és ráadásul nem is ő írta, és mégis keresett rajta mondjuk 1 millió 3-at, az nem olyan rossz. Az jó pénz, azért megcsináljuk. Hát, nem. Aha. Mondjuk 800-an már jó vagyunk. 800-an már meg vagy. Na, és hogy ne prózai vége legyen a Peti Hetesnek, egy nagy kedvenc a végére, amit minden héten szinte mindig mindenki követel, ugye a Szepesi Niki, egy nagy klasszikus, a Szepesi Niki újra töltve, csak hogy ne így tényleg prózai vége legyen a dolognak. Ugye Szepesi Niki a botrányos szexkönyvét megzenésítette Peti az első részt, és közkívánatra megírta a második részét, ezzel fejezzük be a Peti Hetest ezen a héten. Jelent Szepesi újabb könyve, a cím lehetne Niki újra töltve. Nem szeretem én azt az egy hibáját, hogy csak tőlem irítli a pilóta kekszét. Megint itt van a Szepesi Niki, de amit beszél, az már picit ciki. Arra vágyik ő otthon a kis ágyon, hogy úgy meghagyják rögtön be is pirosodjon. Az újságírók leírják a dumádat, kapják egy órára a nudli receptedet. A rádióban én is téged nyomatlak, cserébe majd egyszer jól lesz, szólítalak én. Ha elutasítasz, én meg se hallak, ketté áll a füled úgy ki, nyakadra puszilok. Az orrom már nedves, mint a tacskónak, hát feszülj neki arca jól a szalagolán buszának. Ne tiltakozz, aki kopog, enged be, neki futásból megyek a segesvári várba. Már kész vagyok, ennél tovább nem várhat, a szemedbe célzom be a spuri innen gyorsan. Akardozók jó sokáig tudják, akardjukat sűrűn oda dulakodják. Ha anyagilag bekerülsz a válságba, kardnyelőnek elmehetsz a vásárba. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szürreális, már-már szinte kafkai adásunk, ugye, hát lassan a vége felé közelít. Ma volt tényleg minden. Szóval elindult 6-kor egy ilyen nagyon szép ívvel, jött egy nagyon fura 86 éves játékos, aki nem az volt. Többször próbáltuk lebuktatni, nem tudjuk, hogy átvágott vagy nem vágott, de inkább gyanítjuk, hogy nyilván kamu volt az egész, de nem buktattuk le. Volt egy nagyon fura Owen bácsis játékosunk, aki kicsit utált minket, de mégis betelefonál, de nem szerette, hogy minket hallgat, de nincs más, de mégis hallgat, de menjünk a fenébe, de még nincs más, de mégis játszom veletek. Ugye? Nagyon fura. Igen. Az egésznek volt egy ilyen álom az álomban, egy ilyen szürreális jellege, de én szeretem. Tehát minden szeretek, ami eltér kicsit a hétköznapitól. Ez olyan volt. Igen, de ez a mai adás szerintem egy olyan, mondjuk egy filmes hasonlattal élve, egy olyan emlékezetes film, ami mindig be fog ugrani, még mindig eszedbe fog jutni, de újra nem raknád be a DVD lejátszóba. Igen. Már a te álmoddal, hogy te azt álmodtad, hogy kaptál tőlem egy aradi utat, illetve egy örökérvényű parkoló. Nem, egyévest. Egyéves parkolójegyet az amszterdami reptére. Tehát, hogy így. Tehát én ott már nagyon betéptem, azt sem tudtam, mi van. És szóval ezzel indult el a lavina. Igen. Továbbá is azt gondolom, hogy ebben a pillanatban teremtettek minket az összes emlékünkkel együtt. Tehát, hogy valójában most születtünk. Most ráadásul a Feri átváltozott Zsüli. Nem merek oda nézni. Igen, a Ferink elment. Viszont majd mondom a receptet, mert készült, ki van a Facebookon, úgyhogy senki. Hú, az milyen hiteles lesz. Mi van? Elmondod? Viccesz? Hát nem, akkor nevetnél. Ja, Jézusom, legyen már 10 óra. Hogy ne mondanám el, hát nem, dolgozott vele, lefényképezte, lefőzte, előfőzte, hát persze, elmondom a receptet. Akkor egyetek egy jó tejbe darát. Akkor mondjál helyett egy másikat, és megvan a jövő heti receptje. Ez milyen lenne? Nagyon szép recept, Feri, nagyon jó. Na ezt nem, viszont mondanék én valamit. Itt van egy fél pohár tea, fotózzuk le, és odaírjuk mellé, hogy készül. Na, és én vagyok az aljas. Tehát én vagyok az, aki kilép valaki, és egyből kiajaskodik, érted? És én vagyok a szemét, a beképzelt, a rohadék. Közben azonnal szúrott hátba. Ki tudná ezt megcáfolni? Azonnal szúrott hátba, hogy kitett az ötlet, csak az, hogy kitette a lábát, csak az, hogy tetszik az ötlet, úgyhogy nem. Csináljuk ezt. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Lassan ébredezünk, Jani, megszólal az óra, és eljönnek értünk. Igen, elindulunk a rádióba dolgozni péntek reggel, ez az egész adás ilyen. Igen. Hello, Csabi! Megjött az egyik legszebb emléked. Most már te is benne vagy az álmomban. Igen, megjött az egyik legszebb emlékem, még mindig azt gondolom, hogy most teremtettünk ebben a pillanatban az összes emlékünkkel együtt. És ebben te is benne vagy. Hát meg szép. Hát. És én is benne vagyok a tiédben. Hát,
nem akartam, hogy így legyen. Mi van, Csabikám? Vannak kérdéseim. Felmerülnek újabb kérdések, mert hogy mentek ásni jövő héten pénteken. Ez nem ti fogtok ásni, hanem titeket fognak elásni. Kiásni. Igen. Igen. Elásni és kiásni. De mi van akkor, hogyha rossz idő van? Tehát esőben azért kicsit nehezebb a föld, meg minden. Tehát, hogy esőben is meg lesz tartva ez az egész nehezített pálya. Az a helyzet, hogy Csabi olyanokat kérdezi, hogy lassan behozom a komplett programingot, meg a promóciót, és akkor itt leülnek 6-an, 8-an, és aki meg tudja válaszolni, az kérdez egyet. Megfogsz. Tehát nagyon jókat kérdezel, de megfogsz. Hát jó a kérdés. Szerintem egyébként van, ha nagyon szakad, akkor van esőnap. Tehát szakadó esőben nyilván nem. De nem arra készülünk. Tehát egy ilyen tantrikus mantrázás lesz majd, hogy ne essen az eső. Jó időt mondanak, megnéztük, úgyhogy nagy baj nincs. Hát a kicsit csepeg, akkor az megkönnyíti az ásást, az nem baj. De szakadó esőbe lehet, hogy akkor az egészet elnapoljuk. Egyébként 10 embernek kell ott beöltözni és ásni, nem? Mi a föld alatt vagyunk, nem ázunk, ők egy autóért küzdenek, egy kicsit megázni szerintem megéri. Tehát azon is elgondolkozunk, hogy lehet, hogyha csak ha valami földregés van, akkor marad el. Puhább lesz a föld. De jó a kérdés, ha esik. Egy szóval nem másik tudom. A másik kérdés, hogy az autó, meg persze mindenki azért nagy oda, hogy ezt megnyeri, aki regisztrált. De hát mi van akkor, hogyha megsérült? Tehát, hogy úgy van eltemetve az az autó a föld alá, hogy puritán csak az autó, vagy esetleg az is valami konténerben Buriton. Van, mint ahogy ti? Nem, benne van a konténerben velünk együtt. Tehát ez egy hosszított konténer lesz, a konténer egyik oldalán ülünk mi, és mellettünk ott az autó, most már de ő is benne van a konténerben, hogy ne legyen semmi baja. Nem. Ásó és vágástól, vagy effektíve az? Minket kell kiásni adott időintervallumon belül, de mi jövünk együtt a felszínre, vagy hát jutnak le hozzánk a hallgatók az autóval együtt, és ha sikerült kiásni, akkor az autó tulajdonképpen ki tud gurulni a föld alól. És felgurulni azon az úton, amit ugye leásnak a hallgatók. És amikor titeket kiásnak, akkor még ezt a konténert is kell emelniük értelemszerűen azoknak, akik ástak. Így van, foggal kihúzniuk. Persze. Vagy makkal. Hát ez hát így van. Ez igazából megint alternatív. Tehát ez amelyiket akarják. Jó. Igen. Akkor tisztán látok, köszönöm. Szóval ez a lényeg. Chevrolet kereskedésekbe kell regisztrálni. Lehet menni hétvégén is egészen nyugodtan. Tényleg mindenki nézze meg a Class FM holdalán, vagy a Chevrolet honlapján, hogy hol lehet regisztrálni. Szinte minden városban van Chevrolet kereskedés, ha nincs, tessék utazni egy kicsit, szerintünk egy autóért megír 10 percet, egy órát, két órát befektetni, elmegy az egész család, beregisztráltok, ha négyen vagytok, négyeteknek is lehet az négyszer több esély, hogy valaki megnyeri. Egyet kérünk, hogy olyanok regisztráljanak, akik tényleg tudnak jönni jövő héten pénteken Budapesten tudnak lenni, tudnak ásni, ásásképesek, és bírják a fizikai munkát, mert ez nem egy vicces ásás lesz, a tétje tényleg az, hogyha nem értek oda, nem ássátok ki, nincs autó. Tehát nagyon helyes történetek jönnek, betolták a nagyit, bement ugye tegnap nagy nyakperevítő, tehát vannak érdekes dolgok, de hogy nem biztos, hogy ők tudnak ásni. Itt konkrét fizikai munkáról igen. van szó. Igen, úgyhogy ez mindenképpen így van. Hétvégén is lehet menni regisztrálni, jövő héten is lehet még a hét elején menni regisztrálni, úgyhogy mindenki tegyen. Ennyit szerintem egy új autóért, nem? Hát ez a legkevesebb. Bőven megéri. Bőven megéri, semmiben nem kerül, persze. Oké, hívjuk a naphallgatóját, aztán hívjuk a mai nyertesünket is, aki már biztos, hogy ott lesz az ásásnál. Az is nagyon nagy duma. Nyomd föl a kéket, nyomd föl a kéket. Hát, tudod. Halló. Azt mondtad, hogy halló? Igen. Hello Balázs, Jani, Csabi Morning Show. Szia, hello. Szia, Adi vagyok. Hello, írtál nekünk SMS-t, ugye? Igen, igen. Igen, hát szerettük volna, igen. Szerettük volna, te lettél volna a naphallgatója. Ugye, azt írtad nekünk SMS-ben, hogy te Géza, ezért előléptetnek minket, mire kérdi a másik. Hát azért még ilyen gyorsan soha nem értünk a helyszínre. Igen. Nagyon jót nevettünk rajta, de amikor felhívunk valakit ugye műsor végén, és naphallgatójára szeretnénk tenni, akkor azt kell bemondani, hogy morning show. Bizony. Ezt mondtam. De te vagy a naphallgatója, mondhatod büszkén, csak nincs ajándékcsomag. Jó? Jó. De köszi, hogy írtál. Ciao. Szívesen. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Szia. Szellemes volt, nem? Nagyon. Jó, na, akkor nézzünk egy olyan hallgatót, aki már biztos, hogy ott lesz az ásásom. Ugye egy hallgatót már kiválasztottunk tegnap, ma is hívunk valakit. Ha felveszi, elérjük, akkor biztos, hogy jöhet ásni jövő héten pénteken. Mi nem Pista már lesz? Ugye nem?
Igen, tessék. Jó reggelt, hello, morning show, Balázs, szia. Üdvözlöm, szeretettel. Hello, hello, tegeződjünk nyugodtan mindenkivel, azt mondjuk. Itt a Jani Csabi, hello, hello. Köszöntelek, drága Balázs, köszöntelek. Itt van. Igen, hallgatlak. Igen, hello, bementél regisztrálni, nem tudom pontosan, hogy mikor, de látjuk a nevedet, és szeretném... Igen, már reggel beszéltem a kolléganővel valószínűleg, igen, igen. Igen, Hajber, voltál regisztrálni, igen, hát mi megkapjuk, igen, a kolléganő kérik ugye az adatokat, hogy ki regisztrált, és téged is láttunk a regisztrálók között. Tudsz-e jönni jövő héten pénteken ásni? Igen, hallottam felőle, igen, igen. Valamit már hallottál az ásás felől, hiszen igen. Kell. Ráérsz, igen. Jó erőben vagy, igen. Van kedved ásni, és tudsz jönni. Igen. Igen, igen, igen. Hát akkor szeretettel várnánk téged is, jó? Jó, nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönöm. Mi a keresztneved? Köszönöm, Kata vagyok. Kata, hol regisztráltál Kata helyileg? Baján regisztráltam. Baján, de jó. Igen, igen. Jó, van autó a családban egyébként? Igen, igen, van. Régi, új? Hát olyan középkorosztályú. Középkorosztályú. Jó, hát igen. Reméljük akkor, hogy meg lesz ez az új kis Chevrolet, jó? Igen. Ha a család egy része nem regisztrált, még nyugodtan küld be őket is, hát ha nagyobb eséllyel indultok, de te már ott leszel jövő héten pénteken, ez biztos. Wow, jó? Az már biztos. Jó. Várunk téged. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok, és további szép napot a munkátokhoz is, és minden jót kívánok. Találkozunk pénteken, hello! Jó, köszöntelek, szeretettel, hello! Hát ő még nem autótulajdonos, ugye? Csak már ott lehet. De húzó ember lesz az ásásnál, én de vidám. Érzed? Vidámnak vidám. Irányítani fogja, tehát amennyit beszél. Figyelj, te ott ástam, most ott ástam, most ezt csináld. Feri receptje, csak egy fél mondat róla. Jani? Na. Fél. Amikor szóba kerül a marhahús, mint alapanyag, mindenki azonnal a borsosára gondol, meg a bonyolult elkészítése. Na ennek most vége, Feri jó voltából. Ez a recept ugyanis szép példája annak, hogy olyan alapanyagokból, amit nálunk szinte semmire sem tartanak, a világ gasztronómiailag fejlettebb országaiban csodákat varázsolnak. És ez itt a felzárkózás pillanata, mert hogy a recept neve lassú marha. Lassú marha. Bár ezt a kifejezést elfutni, vagy mi? A Hungárián mondjuk 11 óra körül már hallhatjuk viszonylag sokat, de ebben az esetben most egy receptről van szó. Jó, fent van a Facebookon, Feri lefőzte, megfőzte, finom, ehető, biztos, úgyhogy kóstoljátok meg, főzzétek meg, egyétek meg. Nagyon gyorsan ajánlanak egy programot a sportolni vágyoknak. Holnap lesz a 10. Előzd meg a fogaskerekűt futóverseny. Ez egy nagyon izgalmas kis verseny. Ez milyen hülyes, hogy futnak a fogaskerekű előtt? Így van, 325 méteres szintkülönbséget kell áthidalni. Ezúttal lesz a futás mellett kerékpárral és kutyával való futás is. És holnap is lehet még nevezni. Egyébként a János Kórház előtt lesz majd a rajt, és a Városmajori Gimnázium parkolójában lehet nevezni. Ez egy tradicionális futóverseny, és tök jó pofa. Fogaskerek. Én nem, mert sajnos a családban beteg lett. Már nem, te, ha valaki fut, akkor ki lett beteg? Ha nem tudom, mert azt hittem, hogy azt kérdezed, hogy én mennék. Nem, hogy ha te futsz, nem akkor jön utánad a fogaskerek? Így van, is megpróbál gázt adni, hogy elcsapjon. De hogy is, nem, nyilvánvaló nem. Jó, van még egy dolog, ez egy jótékonyság, erről én csak akarok beszélni. Diósdom, vasárnap már 14 órától Bogikának a gyógyulásért van egy jótékonysági nap, nagyon helyes kis rendezvény, az Eötvös József Általános Iskola tornacsarnokában, vannak belépők, 1000 forint, 500 forint, és aki oda elmegy, az segíti ezt a kislányt. Jó, ez Diósd, Eötvös József Általános Iskola, délután 2-től fellépők, csomó minden gyerekek, felnőttek, jó program, és tudtak is segíteni, ha elmentek, úgyhogy tegyétek meg, ha valaki arra lakik esetleg. És nagyon figyeljetek majd holnap a futóversenyre, hogy a két fogas közé szorult rendőrautót látok, akkor ne álljatok meg vámészkodni, jó, mert az csak feltartja a többiek. Jó, a futóversenyre egyébként ne jó pofáskodjatok, mert hogy nem szóltatok nekem, és most már rájöttem, hogy tudom, hogy miért nem szóltatok nekem. Nem azért, mert ha én is elmentem volna futni, elloptam volna a sót. Csak rólad szólt volna. Egyébként. Itt van. Csabi, ezt alá kell írnunk. Elloptam volna a sót. Igen. Ezért nem szóltatok. Rohadék. Senki nem kérdezett volna minket, vagy nem fotózott volna minket. Lehet, hogy így se fog. Az a baj, hogy semmit nem vesztettetek, így se. De ezért visszük magunkkal a Zsült. Igen. Legalább ő lefotózzon minket. Remek zenéid vannak, Csabi? Köszönöm kérdésed. A 70-es években még minden évben jelentettek meg lemezt, a 80-as években már csak 5, a 90-es években 3, az elmúlt évtizedben 2. Erre az évtizedre 8 év után már megalkották a lemezt, az Earth, Wind & Fire-ról van szó, és egy újdonságot hozok tőlük, My Promise. A kutyafáját, bírjam kívánni. 555-55-00 ez a telefonszám, mindenkinek nagyon-nagyon jó hétvégét kívánunk, jövünk, hétfő 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.